Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. A Morning Show legjobb pillanatai. Én folyamatosan 7 évesnek érzem magam újra, hogy hallgatjuk ezt a Stayin' Alive-ot már reggel óta. Nem bírtad megszeretni, kicsit úgy érzem. Én nem vagyok az a kimondott Bee Gees fan. Lehet, hogy ez talán már ki is derült így az évek során, amiatt együtt dolgozunk. Lehet, hogy ezzel függ össze. De Travoltát azt nagyon bírom. A táncos filmjét kifejezetten szerettem. Jó ez, tehát jó hangulatú lesz a, beszélgetés. Tehát olyan kis vidám. Én kedvelem. Magát a dalt is, meg ugye az Airplane-ben, amikor ott táncolnak, és belállak és a hátába, és ott mutogatja, hogy vegyek ki a nőm, meg azt hiszi, hogy táncol. Klasszikus jelenet. De nem fogod megszeretni? De hát a stílusosabb lenne, hogyha itt lenne mind a kettő kezével egy-egy koktél, és akkor itt lenne benne ilyen kis napernyő, meg lenne benne mit tudom, olivabogyó, vagy ilyesmi, és akkor itt ilyen izék lennének, ilyen hawaii virágfüzérek lennének. Diszkógömb, az kell. Hát az, már mindennek az alja lenne, azt inkább. Diszkógömb, de hogy mindennek az alja? Nagyon, az nagyon menő, retrobulikon, hát az óriás. Nekünk a hálószobában is van fönt egy. Diszkógömb? Aha. Miért? Hát. Szerinted? Na de várj, mert ha tükör van, azt megértem. Diszkógömb. Diszkógömb, és akkor meglövöd. És akkor megy a bugi, tényleg? Nagyon nagy. És forog is, tehát áramot is vezet, mert ugye van az, amivel áramot vezet. Van hozzá kis motor. Ne. Esküszöm. Tényleg? Hát persze. Ez tök menő. Ezért most megleptél. Ilyen a buli. És kicsi apró, saját kézzel csináltátok? Tehát felvágtatok tükröket apróra? Nem, vagy? A béka kapta. Egyszer egy, nem tudom, 20. születésnapjára biztos, mert most 27, tehát az még benne van, és azt kapta, és föltett. Egy gálás díszjockey? Aha. Meglepte? Akkor még nem voltam az életében. Mi van még a hálószobátokban, hát, miért nagyon nem beszélek furcsa, majd, furcsa, egyszer meglepődnék, egyszer elmennék. Miért kell, hogy így szétszórja a fényt, hogy teljesen nagyobb felületen az enyémen, tudod, a békát nem bántjuk, az enyémet bánthatod, hogy így van, úgy a sok apró fénypötty jobban terít. Ha? De mit? Hát a hálószobában általában sötét van. Nem? Hát a unalmasan, érted, nálunk meglőjük, aztán megy a csillogás. Úgy alszol el, hogy mennek ezek a körök nem a fejed vele? Nem kell. Ja. Ja. De az unalmas, hogy a hálószobát másra is lehet használni. Hát milyen maradék vagy? Az a baj, hogy a villogó fények azok nálam mindig ilyen migrénes reakciókat váltanak ki, tehát nálunk nem lenne nagy sikere a dolognak. Az neked nem annyira szerencsés. Nálunk igen. Nem akkora a lakás, hogy több helyen lehessen csinálni. Gyerekszobában most már mégsem mehetünk át kufircolni, úgyhogy klasszikus a hálószobásak vagyunk. De van benne trükk. És akkor megbeszélték, hogy ma gömbbel vagy gömb nélkül? Tehát, és a fényt is tudod változtatni, hogy mivel lövöd meg. Ja, hogy van egy külön spotlámpád, amivel lövöd a gömböt? Széles. Megőrülök. Megőrülök. Ez szép. És van olyan, üvegszálas kis simogatnivaló, ilyen kis szőrötök is, ami szintén ilyen... Az a lámpa, tudom. Tudod, ami változtatta a színét. Emlékeztek arra a lámpára? Ilyen üvegszálból állt, és változtatta a színét. Volt 6000 szálból, úgy nézett ki, mint egy ilyen izzó sündisznó. Azt próbáltuk korbásnak, de törik. De hogy van az, hogy ezeket... Igen, egy szállat kiveszel, az a viszont csikizi lehet. Hogy van az, hogy voltak korszakok, amikor ezt mindenki benyalta, és mindenki megvette mindenki ezeket? Mindenki megvette, és a nagy klasszikus. Lávalámpa. A lávalámpa az mindennek az alja. Az olyan szinten gusztustalan, hogy én hány lakásban nem van? Is értem egyébként, hogy lávalámpa, miért, mitől, láva nem így viselkedik ebben a közegben, tehát helyesen más köze nincs hozzá, és ráadásul gusztustalan. Mennek föl a buborékok. Nevezd buboréknak, Ferenc. Nyugodt. A nevezd buborék, azért soha nem buborékok jutnak róla az eszembe. De ez valami fényt kellett neki adni, és a meleg hatására indult el. Ugye? Tehát, ha lekapcsoltad, akkor nem történt semmi. Elindult a meleg, és akkor ott valamilyen kétanyag reakcióba lépett, és akkor a buborékot elkezdte keringetni. Egy rémségesen undorító dolog. Én még a mai napig látok lakásokban egyébként. Kicsit mindig ilyen zavartan félrenézek, és nem teszek rá megjegyzést. A legjobb nincsen, de szeretnék.
Mit, láva lámpát? Mai napig lehet kapni a legnagyobb ilyen műszaki áruházakban, mindig aha. megállok és 5 percig csodálom őket, viasz van benne, megolvad. Az te. A baj, ízlésről nehéz vitatkozni. Igen, így van, nekem nagyon tetszik. Színes bigyók vannak benne, úsznak, olyan, mint egy galaktika címlap, mint azok a fantasztikus folyóiratok, hogy nyúlik igaz, benne. Aham. Én annyira el tudom nézni, hogy aha. elengedi az egyik csepp a másikat. Nem, jó ez a diszkőgő meg a lávalámpa. Az a baj, nekem nincs időm, mert mindig a nejemre koncentrálok. Tehát, hogy ja. nálatok biztos, hogy belefér még egy kis üres járat benne, hogy hogy villog. Hát, vannak előjátékok, hogy tudod? Hogy járnak a... Aha. Nézzük egy tíz percig a lávalámpa. Nem csak belecsapjunk a lecsapot. Ha már egy lávalámpa kés van, ez a világító izzós ündisznó is? Az nem tetszik, az tényleg undorító, de a lávalámpa szerintem menő. Jó, én voltam nálatok azért a csobogó szökőkutasarokban. Az belajándékoztuk, de kaptam, képzeld, de nem volt bedugva soha az életben. Ott volt letéve, tényleg látta a Feri. Műanyag, ilyen, hát mint az akváriumban, amiket beletesznek, ilyen hínásszerű dolgok voltak, és hát kővel, és akkor be lehet dugni, és akkor nekünk bugyog. Is ilyen kis pici apafehér múrvával. Igen, igen, csak nekünk egy idő után azt hitte a macska, hogy az macska halom, és elkezdett rájárni. És tudod, amikor ott bugyog a... Ezeket régen ilyen nagy cserépedényekbe is árulták. Így van. Rohadt, ilyen kaspószerű nagy cserépedény, benne egy ilyen műanyag vízcsobogtól, belerakták két követ egy műnövényt, bedugtad a 220-ba, és akkor ott a kicsit a vízköves vízed így keringett. Igen. Iszonyú. Egyébként hangilag nem rossz? Sokaknak van, és tényleg ne sértődjenek meg, de a szobába a bárpult és a logó poharak, tehát én azt sem tudom, hogy van. Tök korrekt. Uh-huh. Nála az is szerintem tök korrekt. Nem, most csak így, hogy mondjam el, hogy a mi lakásunk a... Tudtam, hogy ezzel lehet. Bocsánat, én meghalok. Én meghalok, lóg rá három pohár kis bárpult lámpával, rajta ez a folyóláva. Gordon's Genius kivilágítós. Én megőrülök. Az fontosnak tartott, hogy a 60 négyzetméteres lakásban a sarokban legyen bárpult, és akkor így bárpult, bárszékekkel is mondta, hogy nem, de nem. Azt elviszem. Igen, nehéz, mert ugye nincs olyan jó vagy rossz. Hát mindenkinek a ízlésre ugye nehéz vitatkozni. Tehát én azt értem, ha vagy tudom, hogy hálószobában narancsárga a fal, de valaki szereti, hogy narancsárga a fal, vagy mit tudom én, vannak bizonyos színek, amiket én a... És itt a mixer is! Én a ház külsejét is értem. És a tükör, akinek a plafonon tükör van hálószobában. Én láttam olyat hálószobában, és meg tudta indokolni, hogy miért. És egy idő után elhittem, hogy... Nem rossz ez. Nem tettem tükröt a hálószobába, de ő elmondta, hogy neki miért van tükör a hálószobában. Ő úgy tette a tükröt, hogy az ágy mögötti falon is tükör volt, és a mennyezeten ment tovább a tükör. És piros volt az ágynemű. Ja, értem. Együtt voltatok? Láttuk, igen. Igen. Azt közösen láttuk. De ő ott elhitette velem, hogy miért jó a tükör, és azt mondtam, hogy jó. És egy hiteles személyiségről van szó. Hiszem nektek, fiúk, én meggyőztetek tényleg. De tudom, mint régen a plakát. Hát azt is egy ország hitte, hogy az jó. A poszter. A poszter. Tehát a patakról, az erdőről, a Himalájáról, vagy a tengerről. És ugye, mi maradt a szegény magyarnak, ha már nem tudsz eljutni az 50 dolláros valóta keretet, de akkor nézzed. Persze. És bementél a nagyszobába, és ott volt. Nekem ez tetszett. Na, tessék, a dumászi tízlésről. Meg lávalámpáról. Így van. Csak a mi plakátunkon atomtemető. Én ezt nagyon bírtam. Tehát annak van egy plusz hangulata. Tehát szerintem egy kicsit az agya stimulálja, tehát hogy látsz egy, mit tudom én, egy téli napon a szoba sarkában, vagy nem a szoba sarkában, a szoba egyik falán látsz egy ilyen tengerpartot pálmafákkal, az valahogy azt az érzetet kelt, hogy egy picit talán melegebb a szoba. Ennek abban a korban, nem? Amikor ez divad volt, szerintem nem ez volt az üzenet, hanem ha nézzed, hülye, neked jó ez itt Kelet-Európában. Úgyse jutsz, mert nem engedünk át a határon. Tehát a 80-as években a Havannán meg kellett ragadni minden lehetőséget, hogy egy picit élhetőbbnek tűnjön. Már nevével is Kubában voltak. Ja, hát igen. Igen. Ó, Istenem. Kinek volt WC, szintén poszter. Kicsiben egy majom anya, kopasz gorilla fogta a kicsinyét, vagy szoptatta a kicsinyét. Nincs meg a majmos poszter? De. Megvan? Ez volt olyan ismerősünknek, volt ilyen. Én ezeket soha nem értettem, ezek az úgynevezett... Majmos poszter nekünk, igen, volt, én emlékszem, nekünk volt. Úgynevezett ajtóposzterek. Ajtóposzter, így van, ami vagy az ágyam, vagy a majom, egy olyan majom, ami ilyen, tehát ilyen pici gorilla volt, még kopasz volt, és vagy feküdt, vagy fogta az anyját. És ez 10-ből 10 panel lakásba bementél, és megtaláltad. Ez ott volt, vagy a WC mögötti falon. Ugye, mert azt is föl kellett poszterezni, hogy ne legyen már csak a silofal. Ez a szellőző volt, és ugye ez egy vas szerkezet. Igen, és az undorító ronda volt, és akkor ezt szebbé tette, szerintük. Meg az a kis szett, ami a WC ülőke, és a WC kefe, ahogy harmonizál egymással, meg a WC papír tart, amiben halak úsznak, és világos kék, és van benne egy ilyen folyadék.
Olyat láttatok? Ezt nem, ezt nem, ez micsoda? Nem, ez micsoda? Nem, én vásároltam, én láttam ilyet, tehát ez tök menő volt a 80-as évek végén. Olyan ülődeszka, amiben van egy folyadék, ne, és halak láttam. Húsznak ez, benne. Ez mondjuk, ez nagyon elmondom. Pronyó. Na, és akkor olyan WC papírt tartom, be szintén halúszik, ilyen rettenetes, olyan primitív szerkezet, mint amikor megrázod a hógömböt, és akkor így... Ja, na, az valahol az cuki. Hát nagyon cuki, és a WC kefét is abba teszed bele, és ott is halak vannak. Három egyforma dolog. Három egyforma szett. Egyébként mai napig lehet kapni. Tehát tudok mondani címet, ha érdekel. Az a gömbös, hogy az aranyos. És amikor bemész egy budiba, valaki ez elmész, és azt látod, hogy a Wunderbaum csillatosító föl van rakva a csőre. Azaz. És így azt mondod, hogy ember. Tehát, hogy így, nyissunk ablakot, fújjál dezodort valami, de hogy egy ilyen régi fenyőfa illatosító lóg le a WC-nek a húzókájáról, vagy a tartályról, tudod, és ott berakva egy vaníliás sárga, egy fenyő illatú zöld, meg egy málnás piros. Azaz. És így azt mondod, hogy Atya is, ez kemény. Nagyon kemény. Csinálsz róla egy fotót, és gyorsan kezet mosol, aztán eljössz mellett. Köszönöm. De milyen szép, ezek pillanatok, hogy az ember elgondolkodik, nem? Ezek régen nagyon sok helyen voltak. Nagyon. Nagyon sok helyen láttál ilyet. Középiskolás koromban volt egy nagyon kedves haverom, aki kezdve elég sűrűn jártam föl, és nagyon szűk WC-jük volt, és náluk a WC, az ajtóposzter, vagy WC-n az ajtóposzter, egy ilyen Pataki Ági is reklám volt, és érte, elég sokszor kellett ott végezni a dolgot, és ülsz, és szembe veled 15 centire ott volt ez a gyönyörű nő. Tehát, hogy így, de olyan fura volt azért mégis. Tudod, mindig beültél, és akkor így szemkontaktust kerestél vele, és utána pedig nyomtál. Tehát olyan picit fura. Picit fura. Fura volt, igen. Bejárati ajtó mellett angol díszőrségi tisztposzter. Írja egy hallgató. Mert Kucsmás testőr. Igen. És így nem értetted, hogy szia tesó, te? Így van, hello. Azt értem. Hello. De hogy, illetve szerintem inkább most akkor, nem érted, akkor így azt nem is mondtál semmit, mert vagy a te lakásodban volt a Wunderbaum, vagy ott volt egy plakát, vagy volt egy szökőkúr. Menő számítottak. Volt, tehát, persze. Menő vitrin és benne értékes porcelánok, vagy annak vért porcelánok. Igen. Vagy a Liba Pásztor lány. Igen, és akkor kis ilyen horgolt terítők alatta. Igen. Az is nagyon menő volt. Én amitől még, ami nekem például sose volt, de nagyon sok helyen láttam, azok a hatalmas nagy aranyozott, tehát ilyen réz, vagy nem tudom, műanyag kázi órák a falon. Arra emlékeztek például? Mint egy csuklóra rakható óra. A csukla csak kint volt a falon, és ennek ugye megvolt az óramutatója, illetve megvolt a hal verziója, amit szintén fölraktak, és mozgott a falon a hal, tudod, és akkor így bekapcsoltad, és énekelt a hal a falon. Műanyag, ami úgy volt meg, mint a fa lenne, tányér, az megvan, benne műgyümölcs. Tessék. Hát nem tudom, de nem. Hát az erje. De az mit mutatott? Az elé, mert nem hogy nem venni. Volt pénzed, és kiraktad. Igen. A gyereknek a banánt? És narancsot tettek bele, műgyümölcs, banánt, mostuk. Ez egy nagyon szomorú valóság, hogy azért tetted ki, mert megvenni nem tudtad, és kiraktad, hogy mégis ott legyen az illúzió. Igen. Vagy kiraktad, mint egy ilyen kis kompozíciót, ami feldobta az asztalt. De tudtad, hogy a banán csak pult alól tudod megkapni téren, ha a jóba vagy a zöldségesen, mert egyébként ugye nem volt nálunk banán. Mindig volt banán az asztalon. Volt egyébként. Banán, sokszor, és sokszor oda is nyúltak kedves vendégek. Tudod, aztán így egy hatalmas nagy ilyen réznek tűnő, egyébként marhára nem rész, csak ilyen rezezett tálunk volt, egy ilyen gyümölcs tartottál, és ahogy beléptél az előszobába, ott volt az előszoba asztalon, és ahogy mondod, volt narancs, banán, ananász. Érted? De miért? Meg körte. Megkérdezném a szüleimet visszautazva, vagy inkább a nagyszülőket, nálunk Pécset volt mindig a nagyszülőknél, hogy miért? Nagy, mondd meg nekem, miért tetted vitamin ki? Vitamin a szemnek. Jobban érzed sem magad. Sem nem tudod. Megkívánod. Rossz, hogy nyomasztod magad, hogy de jó lenne, ha tudnál lenni mondjuk banán, de nem tudtál, mert nem volt pénzed, nem adtak pult alal, ugye? Hát volt az igen. Igen, hát nonsense belegondolni, hogy nekem az volt a legnagyobb álmom, hogy az első fizetés, sőt, meg is valósítottam, hogy az első fizetésből annyi banánt vettem, hogy amit mennyit nem tudtam megenni. Szerintem rémségesen ronda például, amikor valaki sörös dobozokat gyűjt a szekrény tetején. Én tudom, hogy az is egy szenvedély, de hogy az is volt nekem. Mennyi volt? 150 darab? Körülbelül volt olyan haver, akinek 300 volt. Fúj, de és tudod, porosodnak, rondák, leborulnak, és így az egész... És ugye megittad általában. Szörnyen néz ki. Illetve akkori fejjel nyilván nem most már, ha bemegyek valahol, és látom, azt mondom, hogy tőlem távol áll, de nyilván valaki szereti, nincs ezzel baj. Annyi sörmárka nevet tudok, soha nem ittam őket, de iszonyatosan sok volt. Imádtam őket. Imádtam. Nagyon mutatósak volt. Valószínűleg egyébként nem lesz ilyen 20 év múlva. Nem. Ami ennyire, nem is azt mondom, hogy kellemetlen, hanem ami ennyire megváltozik. Itt írják még alkotók, hogy ventilátoros csillár. ventilátoros csillár. Sok helyen volt. Sok helyen volt. Légkondéra nem tellett, érted? Meleg akkor is volt. De legalább forgatta a jó meleg levegő.
Igen, hát ezek nagyon jók voltak. Nálunk a tévén volt a terítőd, Gábor. Azt sokan csinálták. A tévén a terítő is egy picit a tévén belógott. A terítő picit belógott, és a terítő még valami kis ugró porcelántigris. Vagy porcelánhal. Vagy porcelánhal. Az üveges, az a színes, azt írják igen. is több hallgató, hogy színes üvegből volt, színes csíkozású üveg, üreges testtel. Fú, nagyon, és egy kicsit görbült fölfelé. A másik, azt is nagyon sokan írják, szamovár. Szamováratok volt? Nekünk nem. Nekünk nem. Borzalom szerintem. Borzalom. Maga az elmúlás, én ránézek egy szamovára, és így borzalom. Nekünk... Pedig tudom, hogy milyen szép, meg mire használható. Nekem apám volt Kijevben, és akkor azzal tért haza egy nagy szamovárral, és két kicsivel, egyikbe se főztünk soha teát. Na ez de te nem is az, hogy nem főztél benne, te gyerek voltál, frusztrált, hogy nem érhettél hozzá, frusztrált, hogy soha senki nem nyúlt ahhoz a büdös szamovárhoz. Nem értetted, hogy mire jó, csak nagyon nagy volt, drágának nézett ki. Csillogott, villogott, de a büdös életben nem láttad, hogy azzal mi történik. Hát, és volt egy tárgy a lakásban, amihez soha nem nyúlhattál hozzá. Megvan? Bizony. Valóban elmentél, a szamovár, ne nyúj hozzá, tudod. Hát akkor az egy családi örökség volt. Apákról fiúkra szállt a szamovár. Nekünk nem volt, de nagyon sok helyen voltam, minden lehetett játszani, a szamovárhoz nem nyúlhatsz. Senki. De még csak nem is főztek benne semmit. Ezért volt csak kellemetlen, mert ugye nem főztek benne egyáltalán, de lehetett volna benne vizet forralni, csak hát ugye mi nem használtuk, csak ilyen dísznek. Nekünk nem sok család mondhatja el ezt szerintem magáról, nekünk volt például citeránk is. Falon? Aha, le, fönn, a szekrény tetején citera. És használta valaki? Apám tudott citerázni. De használta? Hát nagyon ritkán, hála jó Istennek. Én nem nagyon szeretem a citerát. De nagyon menő volt. Festett, faragott? A fa. Nyers fa. A zene volt a lényeg, nem a látvány. A persze, puritanizmus, mi? Igen, szóval érdekes, igen, hogy az menő vagy ciki, nem? Ma már ciki. Ma már, akkor az inkább egyfajta, az ilyen dolgok egyfajta státuszszimbólumot jelentettek. Hát nagyon sok mindennel nem tudtál ugye akkor hivalkodni, tehát nem arról volt szó, mint most, hogy akkor nagy kocsi, vagy medence, vagy nagyház, hanem ezek a kis apró dolgokkal éreztettette a rokonsággal, hogy azért itt van mit a tejbe aprítani, nem? Vajon egy cég forgalmazta például ezeket a posztereket? Mert azok milliárdosok lettek. Biztos, hogy egy cég? Nem lehetett akkor még. Gondolod, amikor megszórtad az országot egy ilyen nagy szobában felelhető kis poszterre. És mindenki négy fajta. Négy fajta volt, és abból megvoltál. Hát igen. Jó, nagyon jók voltak. Üres piás üvegeket. Fönt a szekrény tetején. És most nem, a lélektanát nem értem, hogy arra vagy büszke, hogy megittad, arra vagy büszke, hogy megvehetted nem, és megihattad. Az van, hogy legtöbb esetben nem is te ittad meg. Tehát, igen, már csak kaptad valahonnan, igen. Figyelj, nem volt olyan lakás, illetve az a lakás nem volt menő, ahol ha bementél, nem láttál VAT 69-es üveget. Az megvan nektek? Persze. VAT 69. Soha nem ittam, senkivel nem találkoztam, aki ívott volna. Mindenki ismeri. Mindenki ismeri, mert az üveg nagyon jól mutatott. Igen. Rézmozsár, anyám a mai napig gyönyörködik benne, de egyszer kidobom, úgy utálom. Hát az nem az értékan a kára van. Igen. A velencei műanyag hajó, világító forgózenélő, megvan? És még volt ember is a végén, és ment az ószó, lemi. Az nekem nincs meg. Igen. Ivókacsa? Az mi volt? Vagy a gólya? Gólya. Igen. Pohárba kellett, vizet iszik, kellett elé tenni. Iszik, nincs meg? Vizet, és a vizet mindig pótolni. Nem, nekem madarak iszik, voltak, amik egy ketrecbe ültek, vagy egy ilyen kis kalitkába, és akkor forogtak ide-oda, csőrike, meg még valami, és akkor ment az elem benne, és forgott ide-oda. Ugyanez volt, hogy ivott a gólya. De abban nem volt elem, az ugye valami fizikai hatás folyamán kezdett el bólogatni. Nagyon-nagyon. Olyan is mindenkinek volt szerintem. Jó, tikit a kigolyog, egyik végéről megindítod, másik végén enén, az is. Itt óriás. Drága volt az akkor? Az vagy csak megvetted, mert jól nézett ki? Az elemes volt egyébként, szerintem, tehát az tudott menni folyamatosan is. Az nem volt olcsó. Azt szerintem azért nem volt olcsó. A tiki-taki? Az nem. Ami olcsó volt, ez az a legényleányos hőmérős kisház. De szerette. Az millió helyen volt. Az nekem volt. De én azt imádtam. De hát az állítólag ott az tényleg működött. Tehát ez egy barométer alapú dolog volt, hogy érezte, hogy milyen a nyomás, és amit jó idő van, kijött a fiú, ha rossz idő lesz, kijött a lány, vagy lehet, hogy pont fordítva, de hogy amíg el nem rontottad, mert gyerekként állandóan cseszegetted a fiút, visszanyomtad, addig az elvileg tényleg működött. Azt hiszem, hogy egy ilyen spirálhúgos rendszerű volt, igen, ami ugye a hőtágulásra, hogy a hő hatására ugye tágult vagy szűkült, és akkor valahogy úgy irányítgatta a legényt meg a leányt. Madaras cigitartó gyerekek, egy nagyon csúnya műanyag, hogy aljába veletetted a cigit, kivetted a dobozából. És a madárnak a szájából jött ki. És a csőr, a madár így lebólintott, és ugye a csőre pont ráment a cigire, igen, és kiemelte a cigit. Hát, és egy gombot kellett nyomogatni. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak.
De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Vajon jól fülgégésze valakinek, gyerekek? Mennyi egy ilyen polip? Már nem úgy, hogy hány kiló vagy hány gram. Tehát, hogy egyrészt meg lehet tenni fokhagymán. Azt hittem, te ezt kérdezed. Hogy... nem, azt tudom, hogy sajnos a forró olivá. Ábrázolások szerint voltak egészen nagy polipok, és amik egész hajókat le tudtak rántani a mélybe. Igen, tehát mondjuk el tudom intézni, hogy ott legyél a műtőben, akkor megkaphatod egy bevásárlószatyorba, haza tudod vinni, és aznap este egy finom fokhagyma, kis bazsalikommal meg tudjuk enni. Ez az egy jó tengergyümölcsepincét. Elengedném, igen. A másik, hogy mennyi egy ilyen műtét, nem árban kérdezem, hanem hogy időben, tehát mi történik? Tehát egy gyógyulás. Negyed óra gyógyulás, láttam a Wikinél szikszalag. Negyed óra gyógyulás, az mondjuk jó lenne. Szalaggal, kötözővel, nem tudom, belilult szemekkel hetekig menni. Láttam itt az a szélszen, ami is itt, amikor szétverték az orsövényt. Nem tudod, hol volt, és eljárt a kezed. Igen. A konkrétan az orsövényedet kalapáccsal verik szét állítólag. Nekem az volt. Nem altatnak, akkor a súlyot hallod. Sövény? Vagy polip. Ezt kell kiderítenem. Ha polip, az sicsúgy, azt már mész is tovább. Jó. Igen? Igen. De csak kell egy akváriumból berakni. Persze, őt is, meg téged is. Néha a sövény, az orsövény az egy kellemetlen. Aha. De én 18 évesen estem túl rajta. Ott tehát a furrak faragnak, kalapálnak. Nem annyira szórakoztató. Az nem szórakoztató. De nekem is mennem kell. Ráadásul én vagyok a bűnbak otthon, képzeljétek el. Téged hibáztatnak, hogy hazaviszel mindent? Megvan az, amikor... A második gyerek miatt? Arról. Úgy néz ki, az is rám hasonlít. Igen, kezdhetek gyanakodni, rám hasonlít. Nem tudod, megvan az, amikor a párodtól valamit rosszul csinálsz, és ilyen olyan pillantásokat kapsz, hogy érzed, hogy most te vagy a rossz, tudod? Sosem volt ilyen. Mondtam, hogy el kellene menned orvoshoz. De mondom, nem biztos, hogy tőlem van. Egész biztos, hogy tőled van. Egész éjszaka ez volt. Hónapok óta beteg vagy. De mondom, de Benny, jó, víz, hazahozza. Nem akarsz már aludni? Így lesz ez, addig, amíg el nem jutsz orvoshoz. Jó, mondom, ma fölhívok valakit, mondom, kunyerálok egy számot, mondom, az adásban, majd megnézem, nem tudom, ott Budaörs környéken van-e valamilyen klinika, arcüreg, bármi. Úgysem észel. Ja, tudod, és elindult egy ilyen nagyon durva presszionálás, úgyse fogsz elmenni. Hónapok óta mondod, és nem mész el, tudod. Nézd meg, hogy van. És akkor elindul ez a nézd meg, hogy van. Uh-huh. A kisded. Aha, nézd meg. Na, nézd meg. Na, jó éjszakát, jó pihenés. Nézd meg, nem kap levegőt. És tudod, annyira rosszul érzed már magad a végén, hogy nem vagy ember. Te, mint szülő, nem gondoskodsz arra, hogy elmenjél rosszul. Mondom, Viki, mondom, azért egy fura dolgot azért állapítsunk nekem. Ez hónapok óta van, én már nyáron ezzel szenvedtem. Uh-huh. A Benének semmi baja. Mondom, azért ez olyan szint durván fertőzem, mondom, akkor azért a Beni is itthon feküdne. Ő nem. Ő már erős. Már 4 éves. Mi tényleg szűrcsög a kicsit, tehát nincs jó. Hallod? Na. Hát akkor aludják. És tudod, hát nem alszol, konkrétan lelkiismeret furdalással fekszel, forgolódsz, kelsz, etetsz, hogy ledolgozz azt a bűnt, amit elkövettél, hogy nem mentél el orvoshoz. És akkor egy óra múlva egy picit csukodik le a szemed, és akkor már egy picit így kezdesz átmenni egy alfa, és akkor még csak ennyit hallod. Hallod? Most jó? Jöttem be 3 hét, akkor elemlámpával bevilágítottam a szobába, tudod, hogy alszanak, hogy Viki etett, vagy erre alszik, felébred, hogy mi történik. Ne ébredsz föl! Most egyre elaludt. Jó, mondom, már itt sem vagyok. Meg oda világítasz, és mint egy horrorfilmbe, a Viki nyitott szemmel néz. Igen. Látod? Igen. Hello, meg is bontás lesz. Igen. Most néztem meg, figyelj, még videó is fönn van a műtétről. Most ott az SMS falra bemásoltam. Ne csinál, van orpolip műtét videó. Van orpolip műtét. Te király, nézzük meg együtt, pattogtatok kukoricát. Altatásba. Hozzatok nachoszt. Csinálnak altatásba. Mert ha együtt megyünk be, és Balást altatják, hát én szeretnék olyan fotókat készíteni, mint a Flörtelmes főnökökben. Jennifer Aniston. Mi van, valaki érte? Megnézi a Cookie Monster közben? Hát ebben biztos lehet, ha én ott leszek, akkor nem, hogy mi van, ha jön egy kíváncsi nővér? Te tetszem neki, és csókolom azt, hogy... maga ott, jöjjön már egy pillanatra! Olyan tudatok, hogy ilyet még nem látom. Másnap mehetsz dolgozni, csak kicsit folyik az orrod, és ilyen volt a cím. Jó reggelt kívánunk, sziasztok! Hát, hol vagyunk a műtéten? Hogy vagy, Jani? Sikerült a műtéten? Persze, minden rendben van. Az égvilágon semmi gondom nincs az orrommal. Ez itt a Best of Morning Show. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. Morning Show!
Itt van velünk Arányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát nem tudom, hallottad-e az elmúlt egy órát, de tele vagyunk kérdésekkel. Úristen! Na, figyelek. Például, amikor ők jönnek befelé Ferihegyről, akkor a konvojban az autók kommunikálnak egymással, gondolom én, nem? Ott is van egy vezető autó, aki a főnök? Hát nem, van egy felvezető, előfutó, igazán ez az az autó, ami szól a többieknek, hogy azzal, hogy a terveknek megfelelően kidolgozták, jó az útvonal, tehát mehetnek, vagy nem mehetnek, illetve hát a konvojon belül is van egy parancsnoki kocsi, ami irányítja az összes többi autónak a tevékenységét, illetve van egy olyan autó, ami a kommunikációért felel, hogyha nagyobb delegáció, tehát kiemelt vezetőről, például az Egyesült Államok elnökéről beszélünk, az autók között van olyan, ahol egy ütközőcsoport tartózkodik, van olyan, amelyik közvetlenül az elnöki géppel, illetve műholdas kommunikációval foglalkozik. Tehát azért ez egy eléggé bonyolult helyzet, és rengeteg autó van. Tehát tényleg van olyan kocsi a csapatban, aki, hogyha itt az Üllőin, a Nagyváratérnél keresztbe áll előtte egy 1-2-es Lada, akkor az minden további nélkül keresztül fog rajta gázolni? Hát ez nem fordulhat elő, hiszen le van zárva az egész útszakasz. Tételezzük fel, hogy kijátsza a rendőri kordont. De nem tudja kijátszani a rendőri kordont, mert hogyha ezt megteszi, akkor, hogyha megtenné, akkor az előfutó azonnal egy olyan terv szerint jár el, amiben adott esetben el tudják vinni más irányba, vagy adott esetben ki tudják kerülni. Ki a főnök ilyenkor? Tehát ha Merkelnek eszébe jut valami, hogy ő valahol megállna, tudom, hogy keveset improvizálnak, nyilván teljesen direkt teszem fel ezeket a kérdéseket, vagy pisilnie kell, vagy ő azt mondja mondjuk a piros lámpánál, hogy álljunk meg, baj van, nem érünk ki a reptére. Vagy van akkor rokon Béla telepen Lőrincen. Igen, és hát, pont ott van a Gyömrői mellett, jobbra. Mondjuk ő is ember, és bemenne pisilni. Akkor van, aki őt felülbírálja, vagy mégiscsak ő a kancellár, hát ő dönti el, hogy mit szeretne, ilyenkor a csapat alkalmazkodik, és biztosítja mondjuk a gyorséttermet, ha mondjuk a Merkelbe akar menni, ne adj Isten. Hát ezt azért bontsuk ketté, tehát van az egyik, amikor tényleg ki akar pattani, mert hogy például Gorbacsov annak idején az Egyesült Államokkor kiugrott az egyik útkereszteződésbe, és elkezdett beszélgetni az emberekkel, tehát van ilyen spontán megnyilvánulás, ez a biztonsági személyzetnek a rémálom, mert hogy előtte van egy egyeztetés, és azért a politikusok, főleg a top politikusok a mindennapokban hozzászoknak ahhoz, hogy őket védik. Tehát ilyen szempontból nem ők a főnökök, és nyilván van az, amikor valamilyen fajta biológiai szükséglet van, tehát tényleg pisilni kell. Nos, hát nyilván, hogyha egy hosszabb útról van szó, és nem arról, hogy most Ferihegyről be kell érni a parlamenthez, mert ezt higgyétek el, a mindennapokban lehet, hogy egy fél óra vagy 40 perc, ennek a konvojnak maximum szerintem egy 6-8 perces út lesz. Na jó, hát meg van fázva szegény. Aha, tehát nyilván nem órákat kell állni a dugóban, nincs piros lámpa, persze. Tehát, visszatartja, hát most nagyon egyszerűen, tehát pontosan tudja azt, hogy a biztonsági személyzetnek az a legrosszabb, hogyha hirtelen közül, hogy na most akkor itt a sarki McDonald's-ba álljunk meg, és én most itt kipattanok, de egyébként, hogyha ilyen dolog előfordulna, és tényleg valamilyen fajta betegség miatt, tehát ebben az esetben rugalmas azért a biztonsági személyzet, akkor meg fognak állni, lebiztosítják a helyszínt, bemegy pisil egyet, és utána mennek tovább. De ilyen nem szokott előfordulni, mert egyébként úgy vannak a helyszínek összerakva, és ennek is van egy üteme, most furcsa, amit mondok, de tényleg így van, hogy azért távolságok oldaláról nagyon-nagyon ritka az, hogy egy-másfél óránál hosszabb utat tegyen meg egy védett vezető. Meg bírja ki. Hát így van, tehát azért mondom, hogy tehát egyébként kibírja, tehát ezzel nincs a probléma. A testőrök oldaláról, mert hát azért róluk is beszéljünk, ha náluk van ilyen, hát mivel csoportban dolgoznak, ezt meg tudják oldani, tehát a parancsnok le tudja váltani azt, míg valaki az egyik helyszínen elmegy pisil egyet, és utána visszajön a többiekhez, de általában egyébként ez probléma, és a testőrök például nagyon-nagyon keveset isznak, tehát alig isznak folyadékot. De a politikus dönt, tehát ő a főnök, tehát olyan nincs, hogy valaki őt fölülbírálja. Még a legközelebb álló ember nyilván sem hozzá. Nyilván figyelembe veszi a biztonsági személyzetnek a kéréseit, de hogyha olyan van, tehát még egyszer mondom, például Gorbacsovnál is, ő megállt és egyszerűen kipattant, hát nyilván itt beleőszül egy pillanatra a biztonságáért felelős főnök, de meg fogják oldani, tehát nem, de előtte azért ez végig van egyeztetve, tehát ez egy kicsit ilyen húz meg, erez meg, tehát a két fél egyeztet mindig folyamatosan, aztán nyilván, hogyha van egy olyan helyzet, mert tényleg van egy nagy tömeg, nagyon szimpatikusak, a politikusokról beszélünk, tehát mit tudom, látszódik az, hogy rengeteg tévétársaság volt, vagy egyszerűen adja a helyzet magát,
és a politikus dönt, akkor nyilván ehhez a biztonsági személyzetnek valamilyen szinten alkalmazkodni. Vagy mint annak idején ifja Bush, ugye meglátott egy szép pillangót, akkor kiugrott az autóból, hogy elkap. Nem volt egyszerűen. Ki a legbiztosítottabb személy, vagy ki a legjobban védett ember? Van ilyen, hogy ma a világon a legjobban védett ember, mint a Putin, vagy az Obama? Tehát kire vigyáznak a legjobban? Jól mondod, tehát leginkább ők, tehát az Egyesült Államok elnöke, az orosz elnök, a pápa, tehát a katolikus egyház feje, az izraeli miniszterelnök, tehát ez az a kör. Tehát most az, hogy ki a legjobban biztosított, nyilván ebben nem lehet egy ilyen listát összeállítani, ők azok, akik az élbolyban. Van olyan, aki feltűnően sokat imprózik? Tehát akiről tudjátok, vagy tudja a szakma, és hogy ő azért úgy szeret megállni, szeret beszélgetni, szeret odalépni emberekhez, szeret a tömegben egyszer csak váratlan dolgot csinálni, tehát aki kifejezetten ilyen? Hát az én életemben, aki sok őszhajszálat összehozott, az a Dalai Láma volt annak idején, a 90-es évek elején, amikor itt volt. Ő nagyon szeretett annak idején improvizálni, tehát ő húzkodta, neki nagyon tetszett az, hogy az autóba gombnyomással le lehetett húzni. De aranyos. Úgyhogy ő percenként így nyomkodta. Aztán akkor volt egy olyan szokása, hogy megtréfált az embereket, mert ő szeretett bújócskázni, és azért úgy az embert leveri a víz, amikor belépsz a szobába, és dobozba, vagy egy ládába bent fekszik. Ilyen trükkök, meg ilyen helyzetek, de nyilván azért egy bizonyos idő után, amikor védik az embert, akkor hozzászokik ahhoz, hogy tényleg van egy olyan csapat, akik az ő biztonságára felügyelnek, és az ő munkájukat azért minimum illik segíteni. Figyelj, most hadd kérdezek egy teljesen abszurdat, de tényleg csak azt az a jó. Hogy előfordulhat például, amikor a Dalai Lámát védtétek, hogy néhány testőr lámának öltözött? Nem. Csak azért, hogy azért ott tudjanak lenni feltűnésmentesen, hát ugye kopaszak általában, tehát hogy ez még így bele is fél, felvették a kicsit. Nagy az izomzat. Igen, tehát hogy kicsit tagbaszakadtabbak. Ki a kakondolyás, tudod? És ott áll két-három-négy ilyen 190 magas, 120 kilós. Nagy, nem, egyébként ez is egy sztereotípia, amit mondasz, mert egyébként a biztonsági csapatok, tehát nem egy csapatról beszélünk, hanem csapatokról. Tehát az, akit te látsz, általában a védett vezető mellett egy-két olyan ember, és akkor lehetséges, hogy az igaz, hogy egy kicsit nagyobb darab vagy nagyobb termetű. Nyilván azért, mert ő az, aki a saját testével védi egyébként a vezetőt. Tehát egy ilyen golyófogó is egyben? Leginkább az. Tehát mindenki azt hiszi, hogy a testőrök, tehát jön egy támadás, és akkor a testőrök elkezdenek össze-vissza lövöldözni. Most a szakma pontosan tudja, hogy a legfontosabb a menekítés. Tehát, és eközben, hogyha a testőröket eltalálják, ez a szakmával együtt jár. Ilyenkor hova viszik? Tehát van egy lepróbált védett útvonal nyilván, de hogy ilyenkor mondjuk ott marad a parlamentben, azonnal irány a repülőtér, és nem kérdezzek semmit, elreptetik az országból, tehát itt valami félbolond elkezdene egy fegyverrel hadonászni, és a levegőbe lőne kettőt, akkor a Merkelt hova viszik ilyenkor? Tehát több ilyen menekülési útvonal van. Nem mindig egyébként az, hogy rögtön kimenekítik az országból. Tehát gondold el, hogy történik egy betelefonálás, vagy történik valami atrocitás mondjuk a Kossuth téren, és szegény éppen a bevezető mondat után, és egyszerűen csak leragadják. És viszik a repülőt. És már repül is el Magyarországról. Tehát ez azért úgy a fantasztikus film kategória. És utána megkérdezik egymást, hogy te hova lett ez a gép? Igen. Föltettük egy Vizer Burgász járatra, tudott Törökországban. Igen, tehát hogy ez azért nem így van, tehát általában ahol a helyszín van, tehát az objektum, azon belül is van egy vagy több olyan védett helység, védett szoba, ahova elviszik, és hát nyilván, hogyha kiderül, hogy elmúlt a baj, vagy vakriasztás volt, akkor nyilván a tárgyalásoknak folynia kell tovább. Tehát itt igazán nem a biztosítás a lényeg, és nem a show a lényeg, hanem az, hogy ő tényleg valamilyen fajta szakmai okok miatt idejött, és nyilván a német és a magyar kormány valamilyen dolgokról tárgyal, és ez egy munka. Ezt a munkát kell rengeteg embernek, protokollosoknak, biztonságiaknak, akik az élelmezésért felelősek, mindenkinek biztosítania. És amikor ők dolgoznak, eközben nyilván vannak olyan protokollok, ami egy támadás esetén végrehajtandó. De a legextrémebb az, hogy őt hirtelen elragadják és elviszik az országba. Ha már az élelmezést említetted, van-e előkóstoló, vagy nincs? Hát, tudtam, hogy ez lesz a kérdés. Hát de bármikor érted valami. Hogy tényleg igaz, hogy négy kézláb mászkál valaki az asztalat, feldugja a mutatóját, belenyom, és aztán tovább megy. Csak nyugodtan egyenek, csak minden rendben, nagyon finom. Ne, azt még nem kóstoltam! Igen, és a politikusok azok, akik ilyenkor
akkor rácsapnak arra a kézre, aki belenyúl a tányérjúba. Nem, tehát nem így működik, tehát ez az előkóstolós történet. Egyik oldalról igaz, a másik oldalról nem. Tehát, hogy nem úgy történik, mint több száz évvel ezelőtt, hogy van egy apród, aki oda megy, és mint a Merkel előtt megkóstol mindent, majd azt várják, hogy hol tar, hogy össze. Tehát, hanem vannak olyan hát ilyen gyors tesztek, nem tudom másként mondani, tehát igen, van olyan szervezet, aki figyeli az élelmezést, itt elsősorban az alapanyagokat, tehát az, hogy honnan vásárolnak, milyen alapanyagokat hoztak, ugyan összeállítva a menü egyébként, hogy abban egyszerűen lehessen megtalálni, hogyha valami mérgezésre utaló dolog lenne. Tehát most például mondok valamit, nagy valószínűséggel sushi, vagy valamilyen egyéb ilyen japán étel különlegeség nem fog föltűnni az étlapon, tehát az alapanyagokat vizsgálják, mindenből mintákat vesznek, ezeket a mintákat ilyen gyors szkennerek, tehát most ilyen kézi készülékek, most így a hallgatóknak, hogy mondjam, így egyszerűen, tehát ezek tesztelik, hogy érzékelik, tehát ezek ilyen érzékelő berendezések, és hát nyilván ez az előkóstolás, tehát nem arról van szó, hogy ott állnak emberek és belebelejesznek. Olyan van, hogy többen kérdezik, hogy van valakinek hasonlása? Tehát, hogy jön egy Al Merkel, igazgatja a parókáját, és... Például és... az a lány, akit ugye ezen a nudista strandon lefotóztak, és vele azonosítottak. 60-as évekből. Igen. Vagy ez elképzelhetetlen, hogy legyen Európában elképzelhetetlen. Egyes afrikai országokban, illetve Ázsiában vannak, és ez elsősorban ilyen diktatúrákban szokás. Tehát például Saddam Hussein kapcsán most már bizonyított tény, hogy neki volt hasonlása. Ez nagyon komoly. Teljesen betegek egyébként, nem? Nyilván a merélettől való félelemért egyszerűen nem mer kiállni, nem? És elküldik a hasonmát. Nyilván, tehát ott azért most szépen fogalmazok, kockázatanalízist végeztek folyamatosan az ottani iraki titkosszolgák, és nyilván tudták, hogy nem szeretik. És olyankor a biztonságiak tudják, hogy ő nem az elnök, hanem a hasonmás? Szóval mindegy, ha igen, tudod, ez a... nem a főnök. Ugorj, de hogy ugrom. Elég lesz a riasztólőszer is, ez a kamu. Természetesen tudják, tehát illetve tudták akkoriban. Egyébként nem csak az elnöknek, hanem a családtag, tehát ugye neki két fia volt a fiúkhoz kapcsolódóan. De amikor nagy tömegben beszédet mond a Merkel vagy bárki, akkor hogy szűrik ki azt, hogy valaki ott a tömegben csak ne ragadjon fegyvert? Tehát állnak a testőrök napszemekben, nagyon figyelnek, ott mondjuk 6000 ember kint a téren, nyilván irál is mind a 6000 embert átvizsgálni, hogy azért azt laikusként nézve az egy komoly kockázatot rejt, hogy egyszer csak ott valaki fegyvert ránt. Mégis sokszor tartanak ilyen tereken beszédeket. Ettől nem félnek, hogy ott valaki hát, egyszer csak megőrül? Nyilván van ilyenfajta félelem, de erre megvannak a megfelelő szakmai módszerek. Tehát az, hogy a térre csak úgy betévedjen egy fegyveres. Ha megnézitek egyébként, ha nagyon-nagyon kockázatos dologról van szó, akkor már a térre úgy lehet bejutni, hogy ott valamilyen fajta ruházat ellenőrzés vagy kapukon jutnak keresztül. Aztán nyilván vannak nagy politikai gyűlések, ahol ezt nem lehet megoldani. Nem tudok más mondani nektek, mint azt, hogy ha ebbe a szakmába dolgoznátok, ezt higgyétek el, hogy egy bizonyos idő után lesz egy, nem tudom, 6., 7., 12. érzéketek, és azok a biztonsági emberek, akik ténylegesen így a top vezetők mellett vannak, ki fogják szúrni, ki tudják szúrni azt az embert, aki a közvetlen közelben támadási szándékkal megjelenik. Tehát ez a szakmának, hogy mondjam, a csúcsa, amikor ez a fajta intuitív tudás megjelenik. Figyelj, most kérdezek egy olyan abszurdat, hogy ezt tényleg nem vagy felkészült. Hajrá, figyelek! Hogy amikor például odafigyeltek arra, hogy kik lehetek a potenciális elkövetők, odafigyeltek a politikusokra is? Mármint, hogy a másik akik ott van, persze, azokra a politikusokra, akik mit tudom én vendégként vagy van ott. Hogy... Tényleg elég abszurd, hogy a török külügyminiszter leszúrja a német kancellárt. Ritkábban ne, történik ilyen. Ha nem is a top vezetőkre kell ilyenkor gondolni, de nyilván az ördög nem alszik. Az is egy rémálom, tehát ilyen is volt, és ilyen is van, amikor több delegáció fut össze, vagy ne adj Isten, mondjuk van egy olyan értekezlet, vagy valami nagy gyűlés, ahol nem baráti országok vezetői futnak össze, és hát olyankor azért a biztonsági személyzetek egymást eléggé furcsán nézik, és hát általában a fogadó ország biztonsági személyzete, meg a másik két ország, akik nem szeretik egymást, biztonsági személyzetét. Méregetik egymást. Igen, mindenki méreget mindenkit, tehát
Nyilván ennek is megvan a protokollja, és ilyenkor a biztonsági emberek figyelnek azért, ha nem is a top politikusa, tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk a másik miniszterelnök odalépjen és lekeverjen. Hát, nem is miniszterelnök, de ezt hogy megnéznétek mi? Tehát nyilván, nem top diplomaták között, tehát például egy nagykövet vagy egy követségi tanácsos, tehát őket azért figyelik. Tarnos István berohan, és a fővárosért! És két vízzel teli lufival támad. Az italvás az bonyolultabb? Tehát áll egy testőr tényleg az ajtó előtt, amikor mondjuk már kell, mint itt aludna, akkor be tudjon rontani, és a szegény hálóinges Merkel ott rátörje az ajtót, miközben csak egy krimit néz, és valaki sikít a tévében, akkor tényleg áll valaki az ajtó előtt, mint hogy a filmekben látjuk, és szegény Merkel azt mondja, hogy egy hálóinben nézi a több mint testőrt, és valaki ott üvölt egyet, beront a testőr, vagy nincs senki az ajtó előtt, vagy a szobában van valaki. Tehát, ez változó. Általában ugye ez nem egy egyszerű szoba, tehát, hanem ezek lakosztályok, és a lakosztálynak is különösen az ilyen elnöki lakosztályok, most nevezzük így, mindig van egy fogadótere, előtere. A hálószobában nyilvánvalóan nem tartózkodik a biztonsági személyzetből senki sem. Nem néztek az ágy alá? Hát előtte igen, közben azért azt gondold el, hogy ide kucorodhatnék magam mellé. Tehát nincs, hogy a Merkel még nem alszik, és valami horkolást hall az ágy alól. A szekrényből. És egy német titkos ügynök ott horkol a szekrényben rettenetesen. Vagy valaki lehúzza róla a takarót, egy Schuldigung, Frau Merkel. Kicsit hűvös van az ágy alatt. Tehát ott vannak vele, és igazán tehát biztosítják nyilván a helyszínt. Egyébként egy ott alvásos történet nem ez, ami a bonyolultságot hozza. Tehát nem az, hogy valaki álljon az ajtó előtt, vagy valakik álljanak az ajtó előtt, hanem egyáltalán magának a lakosztálynak a kiválasztása, annak az átnézése, annak a mindenfajta poloskátlanítása, akkor nyilvánvalóan megoldani azt, hogy például orosz elnök Putyin, ő minden, tehát a párnától a takaróig mindent hoz magával. Tényleg, ez érdekes. Mindenkit úgy vesznek, hogy a legjobb és a legveszélyeztetettebb embernek járó biztosítást kapja. Úgyhogy Merkel egyébként szerintem, tehát ez a szakmai véleményem, ugyanolyan biztosítást kap, mint hogyha itt lenne például az Egyesült Államok Ilyenkor hoznak egymásnak ajándékot? Tehát van egy ilyen protokolláris dolog, hogy adnak, azt átnézitek, át kellene nézni, tehát, mit tudom én, a Merkel beugrik-e még gyorsan, itt a duty free-be, vagy egy táblatobbára miért hozzá. Hoz egy kis csokoládét, igen. Hoz egy kis csokoládét és egy kis akácmézet, vagy nem tudom, azt megnézitek, vagy van-e, hogy ő csak előkap valamit a szatyrából, vagy például, ha a magyar miniszterelnök ad valamit, akkor a Merkel biztonsági emberei átnézik, mielőtt a Merkel átveszi, vagy ennyire azért nem szigorú a dolog? Nem nagyon szokott meglepetés lenni. Aha. Tehát pontosan tudják azt, hogy a másik fél mit szeret. Most gondold el, hogyha Angela Merkel mondjuk allergiás a mézre, most mondok valamit, és Orbán Viktor átnyúz neki egy nagy... Sosem mossa le magára, hogy megugorja. Igen, hogy ez direkt csinálta. Most ha megnézitek, például pont így járt, hogy mindenki tudja, a biztonságiak is, illetve a protokollért felelős emberek, hogy Merkel fél a kutyától. Jaj, ez a Putyin asztori, ez nagyon kemény. Tehát amikor a Putyin kutyája beszaladt a fogadásra. Hogy nem, persze, nyilván véletlenül. Szegény kancellár azt mondja, hogy úgy lefagyott, mint a nem tudom micsoda. Tehát nyilván... De a Putyin is nagy rohadék, ez nem volt más, mint egy erődemonstráció, hogy elment, ugye találkoztak a Merkelről, tényleg mindenki tudja, fél a kutyáktól, és hogy nem, na, pont a Putyin beszaladt kutyája, 3 méteres fekete dög így betévedt a megbeszélésre, tudod, nyilván ott volt a kutya, csak úgy. Örülj, hogy nem medve volt. Vagy oroszlám, vagy miatt tigris. Az nem volt egy szép dolog a Putyinéktől egyébként. Nyilvánvalóan nem volt szép dolog, tehát ezért mondom azt, hogy nem nagyon szokás itt a meglepetés, tehát amikor ilyen ajándékozás van, akkor megkérdezik, hogy mit szeret a másik fél, mert mi hoznánk valamit, és erre gondoltunk, és akkor ez végigmegy a rendszeren, és akkor mindenki természetesen nagyon meglepődik, hogy jaj, de örülök neki, hogy ezt most megkaptam, de egyébként pontosan tudta mindenki, hogy mit kap és mit ad. Most ez a látogatás, ezt higgyétek el, hogy 2-3 hónappal korábban már a biztonságiak is leültek egymással egyeztetni. Az, ami meghatározza a munkájukat, az, hogy mi a program, tehát hogy milyen szakmai dolgokat akarnak a politikusok végrehajtani, és ehhez alkalmazkodik a biztonság. A biztonság szempontjából van egy ilyen arány, de ezt most ne vegyétek ilyen
100%-osan pontosnak, mert nyilván ez változhat, mondjuk Izraelben, változhat Görögországban, tehát ugye ezt úgy szokták mondani a szakmában, hogy ez a 80-20, tehát hogy általában, tehát hogyha ide érkezik a német csapat általában biztonsági munkának a 20%-áért felel, tehát ők vigyáznak a kancellárra, tehát az ő személyes dolgait, személyes cuccait például ők hozzák, viszik, és 80%, tehát a technek a munkája, tehát a teljes rendezvénybiztosítás, a szállítás, a rendezvényeknek, a különböző helyszíneknek az előkészítése, biztosítása, és akkor ezt most sorolhatnám. Tehát vannak ilyen peremszámok, úgymond, de ez lehet több, lehet kevesebb, tehát ez így mozog. És hát nyilvánvalóan, ahogy előbb mondtam, az elsődleges az a menekítés. Nyilván, hogyha például az Egyesült Államok elnökénél, meg amikor vigyáztunk rá, tehát például 94-ben ezt kevesen tudják, hát ugye 21 éve volt, amikor az Európai Biztonsági Értekezlet itt volt Budapesten, akkor nem, hogy egy-egy útvonalat zárták le, nem tudom, mennyire emlékeztek, mert fiatalok vagytok, akkor egész Budapest le volt zárva, tehát akkor nem volt forgalom az utcákon, akkor itt volt az összes top vezető, tehát Bill Clintontól, tehát az Egyesült Államok elnökétől kezdve az orosz elnökön át. Tehát akkor fogadták el azt, hogy Ukrajna például ugye leszereli az atomfegyvereit, és biztosítja a nyugat-európai. Azért az nem, az oroszok, igen. Igen, az egy csúcspont a karrieredben, egy ilyen találkozó, nem? Szóval azt gondolom, hogy azért a szakmailag mindenféleképpen egyfajta csúcspont. Hát az egy csúcspont volt, és igen, hát gondoljátok el, hogy akkor hány biztonsági szervezet dolgozott együtt, és pontosan ezért volt akkor szükséges, hogy egész Budapest tulajdonképpen le volt zárva, és ott volt olyan extrém dolog, tehát például én a csapatommal Bill Clinton alatt volt, tehát amikor ő a kongresszusi központban beszédet mondott, akkor alatta egy ilyen szervisz folyoson tőlem, most mint 3-5-8-10 méterre, most már én nem emlékszem, ott voltunk talpig fegyverben, és a mi dolgunk az volt, hogy ha bármilyen támadás éri őt, akkor mi vagyunk az ütköző csoport, ezt így hívják, aki a támadókkal felveszi a harc érintkezést, és a többiek, tehát a közvetlen személyzete, illetve a magyar testőrség menekíti. Itt többen kérdezek egy nagyon jó kérdést, és ez lehet a záró akkordja beszélgetésnek, hogy ennyire bonyolult a szállítás, meg 4 autó, meg külön útvonal. Miért nem ültetik föl Ferihegyen egy helikopter, és teszik le, most bármilyen vezetőről van szó, a parlament előtt is sétál. Mert most írták ki a tendert. Felszáll, Ferihegyen leszáll a parlament, egy csoka egy perc alatt benn van, nincs forgalmazás, fölrepül, felszáll, leszáll, ott van. Ez nem mindig van így, tehát például a városi környezetben, tehát például Budapesten nem biztos, hogy a légi út a biztonságosabb. Köszönjük, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Törenyi Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk, köszönjük szépen. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megdöbbentő ez az eset. Beszéljünk róla x mondatot, mert hihetetlen. De 20 éve elcserélték őket, ez a hideg rázza az embert, szerintem, akinek van gyereke. Kérdés, hogy kiben milyen érzeteket kelt ez a cikk. Ugye, ha valaki nem hallotta volna, akkor 2 millió eurós kártérítést ítélt meg kedden a francia bíróság egy káni szülészeten 20 évvel ezelőtt elcserélt két lány családjának. Hát figyelj, döbbenet! Nem tudom, hogy kinek a rosszabb egyébként, a családnak vagy a gyerekeknek. Mi kibontjuk a hírt, beszéljünk róla, mondjuk el, hogy történt, és akkor utána belemegyünk egy kicsit a boncolgatásba. Több mint 12 millió eurót szerettek volna. Nem is értem, hogy egyébként miért nem kapták meg, tehát nem is értem, milyen okuk van arra a bíróknak, hogy úgy döntsenek, hogy nem jogos, bármekkora összeg szinte jogos. Végül majdnem 2 millió eurót kaptak meg. 400-400 ezer euró illeti meg az elcserélt lányokat. 300 ezer euró jár fejenként a három szülőnek, és 60-60 ezer euró a három testvérnek. A családoknak az orvosok ellen benyújtott kártérítési kérelmét a bíróság elutasította. Ugye mi történt? Volt két nő, szültek egy-egy gyereket, és odaadták a lányokat egy fénykezelésre, mert hogy sárgultak a lányok, a helyhiány miatt azonban inkubátorba tették őket, és összekeverték egy másik újszülöttel. Kemény. A lányokat a kezelés végén az egyik ápoló elcserélte, figyelmetlenségből pedig nem a biológiai szülőknek adta vissza. Gyerekek, akinek szült már a felesége,
vagy ő apaként ott volt, a legnagyobb rémálom, hogy figyeled a gyerekedet, nem? Karszalag, nézed, ott van, ne, nehogy elcseréljék. Lecsúszhat. Az volt az első, hogy elkezded így húzni le, jó van kicsim. Igen, nem jön le, ám belenyál azol kicsit, hogy lemosható-e, elrabolhatják-e, követted a gyereket, és nézed, hogy hova viszik. Döbbenetes a hír. Ezért is tűnik nagyon dilettánsnak az egész történet, mert hogy az a kis szalag az ott rögtön a születés után felkerül a bébire. Tehát, hogy elviekben nem szabadott volna összekeverniük, hiszen rögtön be lehet azonosítani. Igen. Ezért találták ki az egész rendszer. Igen. Egy inkubátorban voltak? Tehát egy inkubátorban, rossz inkubátorban. Lecsúszott mind a kettőről a karszalag. Próbálom megfejteni, de ez annyira több tételes, hogy ennyi rossz nem jöhetett össze. Aztán, következő megdöbbentő, igen, mindkét kismama jelezte, hogy kétségei vannak afelől, hogy a saját gyerekét kapta vissza. Hát az anyák milyenek, belenéz a gyerek szemébe, és tudja, hogy ez az ő gyereke azonnal. Ez egy biológia, ösztön, ez így működik, nem? Tehát te tudod, hogy az a tiéd, senki más nem lehet. Sophie, az egyik kislány, illetve az egyik szülő, Sophie csodálkozott, hogy hófehér bőrrel született a gyermeke, és sötétebb bőrrel és sűrű hajjal kapta vissza. Mi volt a válasz? Azt mondta a kórház, hogy a fényterápia következményeképpen történt ez a változás. Mindkét szülő jelezte. Nem tudom, hogy nem kértek ott azonnal egyébként DNS vizsgálatot. Hogy olyan fenér nem csinálták meg azonnal. Na, figyelj, jön egy orvos, és azt mondja, anyuka, semmi baj. Jó, de 20 év telt el DNS teszt nélkül. Tehát, hogy mert utána már érted, ha kapta egy megnyugtató választ, a doki azt mondta, hogy anyuka fényterápián volt, ennek van egy ilyen mellékhatása, kicsit megbarnult a bőre, a fény az ugye növeszti a hajat, nem tudom, nyáron jobban nő a körmöd, így meg van. A hajad. Ha egy kicsit tovább tartott volna a fényterápia, nem is csodálkozhatunk volna rajta, a masszáj lesz a gyerek. Igen, és derékigérő haja van. A két család egyébként nem ismerte egymást, ők kinyomozták egymást, az egyik család nyilatkozott, a másik nem. Tehát az egyik családnál 10 évvel később az apasági tesztet kért, mert úgy gondolta, hogy a kreol bőrű lány az egyáltalán nem hasonlít a szüleire. És a faluban a kislányt a postás lányának csúfolták, ugyanis Jézus. Volt egy kreol bőrű lány két más bőrszínű szülővel. Gondold el, hogy mit mondanak rólad? Félrelépett az asszony, nem az ő gyerek. Az egyik pasi egyébként le is lépett. Ott hagyta a családját, mert mondta, hogy a felesége megcsalta. Milyen történet? Gondoljatok bele. Hogy van ez? És akkor kért 10 évesen apasági pert, ugye, ez a bizonyos szülő, amiből kiderült, hogy nem ő az apuka. Na most itt azt mondják, hogy nem te vagy az apa. Mi történik? Leülsz anyuval, és azt mondod, hogy na drágám, akkor elő a farbával, ki az apa? Hát nem tudsz másra gondolni. De nem arra gondolsz, hogy elcserélték a kórházban, hanem arra gondolsz, hogy a nejed megcsalt. Anya elkezdi mondani, hogy de hidd el, hogy soha, csak te... Na. Nem hiszed el neki. Nem hiszed el, de innentől kezdve tovább mész? Mit csinálsz? Hát érted? Várjál, de akkor azt mondod, hogy kérek egy DNS vizsgálatot, de ezt nem mondták 10 évesen. Hogy derült ki egyáltalán az eset? Nem, ő azt mondta, hogy a 10 évvel később Menon apja apasági tesztet kért. 10 évesen igen, volt a gyerek. És az még apasági teszt. Oké, de most 20 évesek a gyerekek, amikor ez kiderült. Mind a kettő 20 éves. 10 éven keresztül nyomoztak? Tehát amikor 10 éves korában megjött az apasági teszt, akkor az lenne az első, hogy vagy elválsz, mert anyu félre... El is ment, a pali elment. Ja, ő elment. A pali elment. Aha. Tehát azt mondta, hogy nem az enyém a gyerek. De a másik család? A másik, azt nem tudom, hogy de a másik családnál Sophie-ról is megállapították, hogy ő... hogy nem ő a lány biológiai apja. Tehát igazából, és aztán az egyik család elkezdte megkeresni a másik családot, nyomozni kezdtek a másik család megtalálása érdekében. Gondolod, de úgy nézel minden nap a gyerekedre, hogy lehet, hogy nem a tiéd. Én rendben van, mindenki nyilván azt mondja, hogy persze, nem én szültem, de én nevelem az enyém. Oké, ez nem ilyen egyszerű. Gondold el azt az élethelyzetet, hogy 10 éven keresztül még ha szereted, imádod és neveled, és hiába nem te szülted, az örökbefogadásnál is kialakul az a kötelék, 10 évig úgy nézel a gyerekedre, hogy nem a tiéd. Micsoda kétség, micsoda bizonytalanság. Egyszerűen nem hasonlít rád, más a bőrszíne. Gügyög neked, meg ott aranyos, meg persze. De minden nap eszedbe jut, hogy nem a te gyereked. Ez egy egyszerű helyzet. És képzeld el, amikor kiderül, hogy tényleg nem az, ott a gyerek, egy 20 éves lánygyerek, meg egy másik 20 éves lánygyerek, akik egyszer csak azt mondja a apu meg anyu, hogy szívem, az van, hogy mi se tudtunk róla, de nem mi vagyunk azok, nem mi vagyunk. Visszaviszik a kórházba. Hát igen, már nyilván nem visszaviszik a 20 évesen. Ugye kialakult egy kötődés. Tételezzük fel, hogy egyébként egy csodálatos, gyönyörű család 20 évig, érted? Tehát, hogy igen. Szeretik egymást. Semmit nem csinálsz valószínűleg. Na, hogy dolgozott fel? Azt szerintem ott már az mindegy. Az egyik esetben lehet, hogy így történt, de ugye ott, ahol az apa elment, ott biztos, hogy volt egy nagyon komoly érzelmi törés. Uh-huh. Hát hogy nem? Jó, de anyához kötődik a találkozott lány. Egymással a két család egyébként, amikor a lányok 10 évesek voltak, de végül is egyik szülő sem kérte a gyerek kicserélését. Hát nem is, 20 év után. Hova? Jó, oké, nem kéred. De átmész a másik családhoz, ránézel a lányra, és tudod, hogy a te gyerekedre nézel rá. Azért ezt gondold el, még ha érzelmileg nem is kötődsz hozzá.
Tehát milyen mélységei vannak ennek a történetek? Átmegyek hozzád, és látom, hogy a Panna az én gyerekem. Hát ha te neveled, és téged szólít apának, azért ránézel, és igen, látod anyaként a te gyerekedet ott, hát azért te szülted. Nagyon kemény. Hanyire durva, nem? Nagyon kemény. Hogy oké, hogy én nevelem az enyém, persze, de nem ilyen egyszerű. Borzasztó. És most már tudják egymást, hogy így hetente egyszer azért találkoznak? A két lány nem, megszakadt, megszakadt. Ráadásul azt mondja, írja a cikk, hogy a találkozás után teljesen megszakadt a kapcsolat, az egyébként egymástól alig 30 kilométerre, de teljesen különböző szociális és kulturális körülmények közül élő család között, tehát meg is szakadt a különbség, tehát hiába a te lányod, nem találkozol vele, mert neked ott a tied, aki viszont nem a tied, de mégis a tied. Ugye? Hogy mennyi, mekkora csavar? Hát nem tudom, mit mondani. Hát. Visszamész, és a kórházba visszamész, ott mit mondasz? Szeretném megkeresni nővérké? Nem, szeretnék 12 millió eurót kérni. Hát nem segít, nyilván most... Hát valamilyen szinten azért csak segít. De az egyébként teljesen természetes, hogy az orvosok ellen begyűjtött keresetet azt visszautasították, mert hogy az orvosoknak ez valószínűleg semmi közük nem volt. Itt az ápolónők lehettek azok, akik elkavartak valamit. Na, de miért csúnyán nem kapják meg a maximumot? Oké, az orvosok ellen persze elutasítják, az igazi van, az jogos, de hogy azért ennek ellenére a többit miért csak egy 8-at kaptak a 12-ből? Hát ez ami elképesztő. Na most, ha például én nevelem a te gyerekeidet, de én nem eszem kolbászt, meg nem nagyon szeretem. Hát, és elkezdik enni nyakra számra, akkor elkezdhetek gyanakodni. De amikor hát, kimész vagy a konyhába, én nevelem, és nem is enne kolbászt. Nem, van amikor ez? Kimész a konyhába, és letépet hűtőajtó fogad, a legyen gyanús. Legyen gyanús. Kicsit humorizálok, nyilván ez egy szörnyű történet, csak oldani akarom a dolgot, hogy akkor hogy van? Hogy én nem eszem kolbászt, abban a környezetben nő bele, az, hogy ő se enne, vagy a te gyereked lenne, és onnan tűnne fel, hogy ugrálna, hogy ez a gén, ez a gén, ez átüti. És azt láttam, hogy mennék is a biopiacon a gyerek, így ugrálna a kolbászt fel, és miért ugrál ez a gyerek? Egyikünk se eszi kolbászt, nem szeretjük, és a Panna meg megpróbálja letépni a biopiacon a kolbászt. Csak azt látná, letépni, leszaggatná az árussal együtt. Balázs, nem akarlak nagyon felzaklatni, de nem ez a legnagyobb probléma számodra szerintem most ebben a pillanatban, ugyanis a te gyerekeid, akiket Feri nevel, alszanak. Éjszakánként. Baj, hogy van? Na, akkor... például az én, az alvás, tehát. Bizony. Érted? Cseréltünk gyerekeket, és most nálunk van a kis porony. Hogy ez jön ezzel, hogy állandóan alszanak, esznek, lefekszenek, alszanak, játszanak, 9-kor lefekszenek, 10-kor kelnek. De most mi vagy elcseréltük a gyerekeket, a tied nálam kolbászt eszik, igen, az enyém meg nálad alszik, de miért, igen, alszik, vagy ezt most nem értem, vagy hogy? Hát, hogy alszik, hát, alszik a gyerek, érted? Hogy, na, mert az enyémek alszanak, akkor az a gén miatt alszik, nem volt mondjuk hasfájós, nem, hát, nem értem, ja, értem. Aha. Semmi, vagy a kolbász miatt. Bizony. Amit háromnaposan már megkóstolt. Ez egy jó kérdés egyébként, igen. Nehéz ügy. De nem elképesztő történet, nem? Mit csinálsz? Szóval, hogy nem kéred vissza. Nem kéred vissza az a kislányhoz. Így van, és ugye az igazi szülőséget, az, ha kialakult, akkor az a kapcsolat alakított, aki nem a vérrokonság. Az nem, hogy te szülted, és a tiéd? Az már nem ad egy köteléket? Vagy inkább az idő? De az, ami az eltöltött emlék, a szeretet, a kialakult kötelék, tehát inkább az. Szerintem a vérrokonság, számtalan olyan családot ismerünk, ahol van vérrokoni kapcsolat, de nem tartják egymással, elsodorta őket az élet, és tök meg másra. Ott van a béranyaság is, ugye. Például most az a nő, aki megszülte Michael Jackson gyermekét, az a nő mondjuk a saját gyermekeként tekint arra. Vér szerint igen, de egy pillanatnyi közös életük egyébként nem volt, sem. Tehát nem. És ugyanakkor ezzel ellentétesen a nevelőszülők, hogyha valaki nevelőszülőnél nő fel, és nem mondják el neki, hogy nem a vérszerinti szülei, akkor ő ugyanúgy szereti és tiszteli, mintha vérszerint. Számtalan állami gondozó gyereket fel lehetne hozni példaként. És mi van akkor például, ha az egyik család nagyon gazdag, és a másik családban ott van a törvényes örökös, hogy aki segít, rájön, hogy az a család nagyon gazdag? Na, ez nem egy biztos, jó, hogy ez a vérszerinti Hát a törvényes örökös az formálhat azért jogot bizonyos, aha, igen, bizonyos dolgokra. Persze, először a törvényes örökös, utána tehát a jog ezt kimondja, hogy azok jelentkezhetnek. Ugye, ha nincs törvényes örökös, akkor nyilván ugye azok eltartja, stb., de hogy azért itt a törvényes örökösök felléphetnek. Hát ez most nem jó hír Beninek, viszont jó és Somán. Így. Ha meghallom, hogy perelni akar, ha meghallom, hogy ellen nem fordul, ha meghallom, hogy egyszer csak bekapok, apa,
apa, én vagyok. Vagy még ne halljanak meg, mondjuk, csak látod, hogy a te vérszerinti gyereked rossz körülmények között él. Mit csinálsz? Támogatod? Jó a kérdés. Támogatod azt a családot, akihez semmi közöd nincs, támogatod A, csak a gyerekedet, B, az egész családot. Ti gazdagok vagytok, átmentek, de látod, hogy a gyerek nem tud jó iskolába menni. Kicsit éhezik, kicsit kilóg a lábba a cipőből, meg a nadrágból. Miért ezt mondod, hogy ti? Mondd, hogy mi gazdagok vagytok. Nem, csak mondom, ez is egy igen. És látod, hogy a gyereked mondjuk nélkülöz. Tehát még nem is a te gyereked, de mégse nélkülözésben. Benni nálam van is, mert 8 éves korától egy sertéstelepen kell érte dolgoznia. Na mit kiveszed onnan? Döbbenetesen jó a kérdés. Mit csinálsz vele? Megtalálak benneteket, és kiderül, hogy mondjuk nélkülözik a gyerek. És mondjuk rossz körülmények között él. És segítenék a saját gyerekemen, de a család elutasítja, mert azt mondja, hogy már mi neveljük. Hagyd, ne szólj bele. De te látod, hogy a gyereked mondjuk nyilván nyomorog, vagy bántják. Meg is sértődtem, hogy nem az egész családban akar segíteni, csak a te porontyodon. Szóval nagyon komoly mélységei vannak, igen. És van egy hallgatónk, aki mivel közölték, hogy őt örökbe fogadták. Hello, Dani, jó reggel. Hi, sziasztok. Szia. Hello, Dani. Szevasz, Dani. Hány éves vagy most, Dani? Én 28. 28 éves vagy. Na, neked mikor mondták el, vagy hogy mondták el a szülők, hogy örökbe fogadtak? Körülbelül ilyen 7 éves forma lehettem. A nővérem 4 éve idősebb nálam. Egyszerre anyám megfogott minket, és akkor a konyhába így leültetett a hokedrére, hogy akkor most beszélgessünk egy kicsit. És igazából nem ment bele így nagyon semmibe, de elmondta, hogy engem a kórházból hoztak haza, nővéremet pedig a szíveintézetből. Nem okozott semmilyen lelki nem volt törés, problémát. Ugye csak azt hallottad a szüleidtől, hogy nem ők az igazi szüleid. Nem. És meg akartad keresni vele valaha az igazi szüleidet? Vagy legalább igen. Igen, egy ilyen 13-14 évesen, amikor az ember ugye elkezd mindenfelé érdeklődni, akkor volt bennem egy olyan, hogy azért kíváncsi vagyok, és jó lenne tudni bármit is, de nem igazán jutottam el odáig, és nem is akartam. Hát nyilván ők neveltek, ők a szülei, tehát hogy itt nem persze. Biológiai tehát, magyarázatot a kell, persze. Kialakulás, akkor ők voltak ott. Egyébként gyanítom, hogy én ilyen inkubátor szökevény volnék. Mire gondolsz, hogy beadtak, letettek? Ugye régen nem volt, hogy a kórház elé letesznek, de hogy valakinek odaadtak, bevittek, és akkor így... Valószínű ez volt, igen. Igen. Van benned vágy azért annak ellen, hogy nem keresed őket, hogy egyszer látni őket? Vagy azt mondja, az ember nem mondtak rólam, nem érdekel nekem ők a szüleim érthető módon? És annyiból érdekelne a dolog, hogy kinek a vonásait örököltem. Tehát, hogy néz ki az az ember, akinek a vonásait, testalkatát, dolgait örököltem. Olyan nagyon nem foglalkoztat a dolog, de kíváncsiságból, hogy nézhet ki egy vér. De harag vagy gyűjt a lemondás miatt nincs, tehát ilyen érzelme nincsenek. Nincsen. Inkább lehető legjobb életem volt, van. Úgyhogy az okokra se lenne kíváncsi? Hogy miért? Nem. Na miértek nem izgatnak. És akkor te azt mondtad, hogy szülők, ugye? Tehát anya, apa így értelemszerűen, így a jogos szerintem. Soha nem kérdőjeleztem meg ezt. Meg így nem. Aha. Nem érdekelt annyira, hogy ki mit mond, ők a szüleim is kész. Így van, hát minek hívná őket az ember, persze, abszolút. Hát a kezdetektől ők nevelnek, nem is lehet mondani, hogy nevelőszülő, nem ez a jó szó, igen. Persze. Ez érdekes történet. Igen, azért az ember így kíváncsi, hogy mi zajlik ilyenkor, hogy ezt mikor közlik, hány évesen. Nagyon sok SMS van, akik azt mondják, hogy már 2,5 évesen a gyereknek elmondták, vagy éppen akkor fogadták örökbe. Igen, tehát amikor kicsi, akkor még egyszerűbb, én is úgy vagyok vele, hogy akkor egyszerűbb, amikor már úgy. Vannak kialakult kapcsolatai, és úgy szocializálódik, és akkor kap egy ilyen infót, ott lehet egy elzárkózás, vagy esetleg egy befordulás. És anyukád nem mondta, hogy miért mondta el mondjuk ezekhez az SMS-ekhez képest, vagy ezekhez az esetekhez képest kicsit később, tehát mondjuk nem 2-3 éves korotokban? Úgy gondolta szerintem, hogy akkor már úgy fel tudjuk fogni ezt. Uh-huh. Igen, szerintem, hogy 2-3 évesen, igen, ott még talán az ember nem is tudja ezt hova tenni, tehát még annyira pici, 2 évesen még van, aki nem is beszél. Igen, de hallod, de nem tudod értelmezni azt, amit mondanak, és ennyi. Dani, köszi, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet, kíváncsiak voltunk, a cikkhez kapcsolódva valaki szólaljon meg, aki ha nem is hasonlót élt át, de a történet valamely szempontból azért így kicsit talán hasonló, nyilván másról van azért szó. Köszi, Dani, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello. És most. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en.
Ez itt a Best of Morning Show. Volt egy játékunk a múlt héten, ami arról szólt, hogy ne csak a párok örülhessenek annak, hogy Valentin nap van, hanem azok is, akik szinglik, ezért megpróbáltuk a lehetetlent, hogy jó találkozzon jóval, és egy vakrandin végül is két fiatal, kalandvágyó ember elmehessen együtt Sárvára. Egy romantikus hétvégét eltölteni, ami szerintem izgalmas, kalandnak mindenféleképpen jó. Szerintem, ha valaki szingli, vagy valaki szingli szeretne lenni, az legalább egyszer elgondolta, hogy milyen jó lenne egy ilyen hétvégén részt venni. Hát Pét nélkül, vidáman, fiatalként, úgy, hogy bármi megtörténhet. Nem? Most, hogy ezután a párhuzamos életsztori után vagyunk, felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy Andrásnak van egy másik élet. Lehet, hogy mindkettőnknek van, igen. És hát tartottunk egy előválogatást, szerint volt a mi Andrásunk, ugye, aki pontosabban most is van, találkozott öt jelölttel, legalábbis így az éteren keresztül, és az öt jelölt meghallgatása után, hogy kiválaszthatta, hogy kivel megy el erre a romantikus sárvári hétvégére. Hát ő végül úgy döntött, hogy Anitával megy, vagyis mi Szernával. A Miss csütörtököt nem merte bevállalni, Miss kedvedért. Nagyon erőszakos volt. Csük, hogy miért nem vállalta, tehát hétfő és péntek volt még. Végül is ő Anita mellett döntött. Nagyon érdekes volt szerintem az öt lány, hogy egyrészt tök különböző karakterek, bár talán a Miss hétfő és a Miss szerda hasonlított egy kicsit egymásra, de ha megfigyeltétek azt a licitálást, amit a lányok az előttük lévőre elkezdtek mondani, tehát hogy én nekem is van közgazdász diplomám, de még egyébként két nyelvvizsgám is. Finoman osztották egymást a lányok, igen. Volt Miss csütörtök, az a maga mesztelen valójában rohant a dolog felé. Én azt gondolom, hogy akkor egy ilyen biztos sikerre mehetett volna András, vagy kinyírják egymást, még ez lehetett volna ami jó. És a péntek is érdekes volt, mert András lába ott megremegett. Szerintem csütörtökön ő már tudta, hogy mi szerdát választja, de a pénteki lány meghallgatásakor egy kicsit ott bizonytalankodott. Pénteken elbizonytalanodott, aztán végül is döntött, és Anitát választotta. Úgyhogy felhívjuk akkor őket, és megkérdezzük, hogy mi volt, hogy telt, hogy indult, egyet milyen az, amikor az ember beszáll egy vadidegen pali vagy nő autójába, két óráig kellemesen beszélgetnek, és aztán megérkeznek egy szobába ketten. És ahol együtt kell aludni, óra van. Együtt laknak, együtt kell minden olyan dolgot csinálni, amit nem biztos, hogy elsőre az ember, mondjuk egy vadidegen nő vagy férfi előtt csinálna, reggel felébredni, szépítkezni, fürdőszobába menni. Tehát van egy csomó kényes kérdés, mégis közben az egész egy nagy kaland, ugye? És nagy kaland lehet belőle. És a lehetőség benne is van, amikor szerintem egy ilyenbe belecsapsz, hogy ebből tényleg lehet jó is, ugyanakkor meg azok a gátak, amik az emberben dolgoznak egy kapcsolat elején, az itt még igen. Inkább benne van. Na, kezdjük Anitával. Anita, jó reggelt kívánunk! Hello! Hello! Jó reggelt mindenkinek! Anita, hello! Hát a döntés után már nem is nagyon tudtunk beszélni. Igen. Ugye ott hagytuk abba, hogy a kolléganői nagyon örültek, és egy egész munkahely drukkolt neked, hogy te lettél a kiválasztott, ugye? Igen, igen, sokan, meg barátok is rengetegen így van. Mit mondtak, amikor letetted a telefont? Milyen jó tanácsokkal láttak el, vagy miket mondtak? Bolondok háza volt egyébként nagyon, mert hogy konkrétan nem lehetett feldolgozni ezt rengeteg üzenetet, meg hívást, ami érkezett. Úgyhogy értelemszerűen először így a anyukámmal beszéltem, meg a családdal, aztán utána így próbáltam feldolgozni többit, mindenki nagyon jó szórakozást kívánt. Édesanyád nem mondta, hogy vigyázz kislányom, nehogy valami szatír legyen, meg az anyák azért aggódnak, hogy van idegen palival elmenni. Hát azért az kalap. Nem, hát azért bíznak bennem, megismernek annyira, hogy megvan a magamhoz való esze, meg felnőtt ember vagyok, tehát tudom ezeket a dolgokat a helyén kezelni. Igen, meg talán mi sem szabadítunk a nyakadba azért egy elháborodottat. Így van, én is ezzel nyugtattam, hogy ne aggódjon meg, hát ugye mint kiderült a pénteki adásból, hogy van közös ismerős, ez később meg is erősödött, hogy több közös ismerős is van, tehát hogy azt nem is gondoltuk volna, hogy nagyon kicsi a világ. Fie, egy olyan vélemény nem volt, aki azt mondta volna, hogy hát édes lányom, te nem vagy normális. Nem, képzeld el, hogy tök nem jó. Volt. Ez tök jó. Mindenki nagyon pozitív volt, nagyon támogató, rengeteg ilyen, mert este meg is osztottunk fényképet, hogy megérkeztünk és mint közkívánatra már, hogy nagyon-nagyon kíváncsiak voltak a barátok, és mindenki nagyon ez a úristen, de jó, meg érezzétek jól magatokat, meg egy mekkora buli, tehát, hogy így mindenki kicsit másképp, de pozitívan fogta fel. Pozitív, de egyébként jó kaland is. Na, haladjunk sorjában, letettük a telefont, igen. Ugye ott tartottunk. Annásnak volt egy elég érdekes húzása, amit én nem is teljesen értettem, de kíváncsi, hogy te mit szólsz hozzá, mint nő, aki ugye a randi másik végén voltál, és ugye ilyenkor talán egy nő lehet, hogy mást vár. Ugye arról volt szó, hogy András veszprémi,
volt, te budapesti, ugye? És végül is megbeszéltetek egy köztes találkozási pontot, Székesfehérvár, ami számukra azért volt egy kicsit fura, de nyilván Andrásnak meg voltak az érvei, hogy hogy nem egy ilyen randin, nem mondja azt, hogy figyelj, Anita, hol találkozunk, megyek érted, és felvett téged volna Budapesten, hanem azt mondod, hogy egy köztes megálló Székesfehérváron találkozzatok. Ugye? Ez fura volt. Nekünk volt csak fura, vagy kicsit neked is? Nektek volt fura, mert én, ahogy a műsorban is elmondtam, én nem vagyok az a típusú lány, akinek mindig vinni kell a fenekét mindenhova. Én azt hozzáteszem, hogy amikor utána felvettük a kapcsolatot, azért ő mondta, hogy hát ez most ez így biztos nem gond meg. Mit? Tehát eljött volna értem, ha én utána már érezte, mondom, hogy akkor ha kell, akkor elmegy érted. Nem, szerintem ő ezt pontosan először is érezte, akkor még ott élesbe próbáltunk megoldásokat találni. Én mondtam neki, nekem ez egyáltalán nem jelent problémát, elmegyek, ezen ne aggódjon, óriási rózsacsokorral várt engem, úgyhogy... Na, rózsa, akkor nézzük, hogy leszálltad, te találkozhatok, rózsacsokor. Igen. Egy nagy igen. Piros rózsacsokorral várt, ez nagyon így helyes. Van, aha. Így van, nagyon-nagyon szép csokor. Ki volt jobban zavarba? Te voltál inkább zavarba, ő volt zavarba, kicsit mindketten ott az ember hirtelen, azért mégiscsak egy érdekes helyzet, vagy úgy flott volt az egész, és ment minden a maga útján? Nem tudom, szerintem olyan gördülékeny volt, tehát mind a ketten beszédesek vagyunk, tehát hogy teljesen normális. Persze van egy fajta druk az emberbe, de egészen más volt, mint az egész hír. A feszültség volt, ez meg már csak egy ilyen kicsi druk. És akkor mind a ketten nagyon sokat beszéltünk, átbeszéltük az egész hetet végig az utazás alatt. Tehát, András próbálkozott egy szájra puszival elsőre? Nem, de hát nem is András nem ez András nem ez a típus. Figyelj, volt a kínos... Nem arról van szó, de én nem is szerettem volna. Igen, de nem, ez nem is erről szólt. Voltak ilyen kínosabb csendek, vagy érezted, hogy van? Tehát az érdekes, hogy nem volt, aha. Tehát hogy így nagyon-nagyon tényleg nagyon gördülékeny volt, rengeteget beszéltünk, nevettünk, jó, nagyon jól el voltunk ilyen téren. Tehát igen. Azt érezted, hogy úgy működik kettőtök között a dolog. Jó volt, oldott volt, beszélgettetek. Aha. Volt témánk, volt közös ismerősi kör, volt közös helyszínek az életünkben, csak más időpontban. Mint tehát Pali, milyen volt első, amikor megláttad? Ugye nyilván volt egy prekoncepció, nyilván gondoltál valamit, amikor ő ott kiszállt az autóba hatalmas rózsacsokor, ránéztél, akkor azt mondod, hogy hát a kék szeme az nagyon durva, tehát hogy ez így, igen, nagyon-nagyon szép kék szeme van, nagyon világító kék szeme van, tehát hogy ez mindenképpen az ember az, ami így elsőre szembetűnő, jó kiállású, magas pasi, úgyhogy megmondom, udvarias volt nagyon, nem volt zavarban ő sem, tehát úgy nem minden volt. Oké, dumáltatok az úton, megérkeztetek, leparkoltatok, szoba elfoglalás, ugye? Recepció, igen. Kitöltés, tudták, igen. Hogy nyilván ugye azt, mi szerveztük, tehát ott már átok mosolyogtak, hát igen, mondtátok. Igen, igen, ez a mosolygás ment, mindenki finom mosolygás, meg jaj, hadd csináljunk egy fotót, mert meg szeretnénk mutatni az ismerősöknek, kik vagytok. Tehát, hogy igen, nagyon helyesek a csajok, akik ott dolgoznak. Nagyon, igen. Nagyon tündériek, igen, tehát így le a kalappal előttük, mert mindig minden téren ott voltak, megkaptunk mindent, amit szerettünk volna, tehát külön helyen vacsoráztunk, meg nagyon romantikus volt, meg kedvesek, aranyosak. Uh-huh. Jó, de várjál, bementetek a szobába, lepakoltatok, oké, ott van egy kis toporgás, hogy akkor hogyan tovább, mi volt az első program, vagy mit csináltatok, hát, tehát az ember elmegy. Megláttuk a bekészítést, ott volt ilyen epres, habos, kis bekészítés, ilyen kis szívecskék, mindenhol elszórva ilyen kis szívecskék, kicsi apró szívecskedarabok, pezsgőbe készítve, hát persze azonnal megbontottuk a pezsgőt, meg csináltunk egy-két fotót, amit így feltoltunk a közösségi portára, hogy akkor meg vagyunk, itt vagyunk, és megérkeztetek. És minden rendben. Aha, igen. És ez volt az első program, hát aztán ugye aki először elment pisilni, az megengedte a csapot, hogy a másik ne hallja, ugye, mert én emlékszem kezdőrandiknál egyébként, amikor csajhoz mentem. Hogy mi volt az első? Mindig megengedtem a csapot, hogy ne hallja, hogy pisilek. Tudod, amikor zavarban vagy, mit csinálsz? Elmegyek mosdóba, és kinyitod a csapot, hogy semmit ne halljon. Ő meg nyilván tudta, hogy te barom miért nyitott ki, tudom, hogy pisilsz. Én is szoktam, tudod. Nem emlékszem erre az első pontra, hogy mi volt az, amikor valamelyikünk elment így mosdóba, vagy ilyesmi, tehát így annyira nekem ez így nem maradt meg, mert valószínűleg elég jól hangzik. Azt hiszem, ezzel kezdjük akkor a játékszabályok lefektetését, ha én megyek, akkor te kimész. Igen, jó. Aztán vacsival kezdtetek utána, hogy volt egy séta, kicsit a major megnézése? Nem, mert akkor azért már sötét volt viszonylag,
amikor odaérkeztünk, úgyhogy akkor nem néztünk körbe, hanem a szállást néztük meg, nagyon-nagyon full rendben volt, egy gyönyörű szobánk volt, a hangulatos volt, egy kicsi erkély, ami hátra nézett ki, ott futkároztak az őzikék így éjszaka, meg láttam volt, hogy így kiálltam, és láttam, hogy mászkánk, meg a madarak csicseregtek reggel, tehát egy nagyon-nagyon kis klassz, hangulatos, nyugodt, családias környezet volt, és akkor lementünk vacsorázni, mondom, így teljesen külön helyszínen terítettek nekünk, nem az étterem részen, úgyhogy ott volt megint áztort szívecske, gyertyafény, meg... Nagyon készültek. Figyelj, a vacsoránál vannak olyan pontok, amikor egy pillanatra megakad a dolog. Volt ilyen, és aztán tovább ment, mert az ember baromira gondolkozik, hogy erről beszélünk, arról beszélünk, hogy az egész tényleg csak úgy folyt, és egyszer jó volt. Nem volt, hogy el, hogy nagyon gördülékeny de volt. Nem volt egy pillanatig csend, vagy ilyesmi, hanem mindig volt téma. Meséltünk egymásnak a múltjáról, barátságokról, szerelmekről, mindenről volt szó, tehát hogy kinek mi volt az életében. És óvatos tapogatás, vagy tapogatózás azért a szóban a másik felé, hogy lehet-e ebből valami, még ott el se kezdődött akkor este. Tehát csak átbeszéltétek az életeteket. Igen, tehát inkább ez a beszéltük a hetet, az életet, tehát még akkor a vacsora környékén ilyenekről annyira nem esett szó. Tehát volt ilyen, hogy mondjuk András ez a megfogta a kezemet, mert hogy hát adjunk az érzésnek, akkor így legyen romantikus, és akkor kézen fogom át nyúlt le, vagy ilyesmi. Tehát, megfogta a kezemet, de az első villaszúrás után visszahúzta. Igen, tehát hogy az itt teljesen rendben volt, és akkor lementünk kézenfogva, meg hát ott nagyon lányok nagyon aranyosak voltak, hogy jaj, milyen cukik vagytok együtt, mert hát tényleg olyan kis mosolygósan, meg kedvesen áll voltunk, tehát tényleg nagyon sokat nevettünk, meg nem volt. És kézenfogva mentetek már vacsorázni? Igen. Aha. De jött ez az érzés, hogy csak hogy megfogd, vagy csak egy ilyen humor, hogy na most akkor, mintha romantikus vacsorára mennék, akkor fogjuk meg egymás kezét. Nem tudom, ez is jelentett, hogy igazából jött, szerintem így megfogta, vagy hát nem is volt erről, vagy nem beszéltük ezt így külön, csak így mosolyogtunk egyet, hogy jó, hát akkor ezt így a hétvége kedvéért mindenképpen adjuk meg az érzést, hát mégiscsak romantikus hétvége, oké, vakarandizán. Kéz a kézben. Aha, kéz a kézben, és jó. Akkor vége a vacsinak, ugye? Gyertyafény, gyertya elfújással, nagyon jó. Igen. András ránéz a számlára, hanyat esik, megnyugtatják, nyugi András, nem kell ezt is a balírkáját. András megnyugszik, kifújja a levegőt, oké. Na, szóval ettünk egy finomat, és megbeszéltük, hogy ugye Serváron volt a fürdőben az éjszakai fürdőzés, hogy arra mindenképpen akkor átmegyünk. Mindent, egyébként András mindent intézett, tehát nem kellett kérdezgetni, nem kellett semmit, mindig ő intézett a recepció mindent, meg ő járt utána a dolgoknak. De ez egy jó, ez egy politikus, ez kell. Ez úr, igen. Úgyhogy nekem ezzel különösebb feladatom nem volt, és akkor megbeszéltük, hogy gyalog átmegyünk, mert hogy hát nagyon közel van a fürdő, és akkor mégiscsak sétálunk egyet, úgyhogy kézenfogva átsétáltunk, és akkor elmentünk végig megint csak beszélgetés, hát ugye oda mentünk a fürdőzet, és akkor ott mindig először próbáltuk mondani, hogy akkor mi a nevünk, meg melyik helyről jöttünk, Vadkertmajorba jöttünk, és akkor így az a tudod összesúznak, hogy szerinted ők a klassz FM-esek. Mondtuk, hogy igen, mi vagyunk, akkor nagy boldogság mindenki sem szemében, hogy igen, de mondjuk azért láttunk ilyen tekinteteket, amikor így az ember azt érezte, hogy valószínűleg összerakták, hogy mi vagyunk. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy itt már reggel jelentettek igen. A hallgatók, tehát volt, aki elárult, hogy te egy kék fürdőruhában voltál. Jó, olyan lilás kékes sűrűről, ha milyen a hajszíned, hány centi magas vagy. És hogy nagyon jó alattad a tepertő. És nagyon jó a tepertő. Ezt írt, hogy hallgató, reggel 6 órakor már erre jöttünk be, hogy konkrét a hallgatóink jelentettek, hogy láttak benneteket. Na, figyelj, továbbra is olyan leszek, mint egy 80 éves öreg néni. Engem minden részlet érdekel. Én azt kérdezem meg, amit a hallgatók is megkérdeznének. Vacsi, oké, ott még az ember azért kicsit úgy viselkedik, de amikor átkerül egy kicsit oldottabb helyzetbe, ott már azért lehet valami. Ez... Itt már úgy alakulgatott, vagy itt sem léptetek át még egy bizonyos határt, fürdés, jókedv, pancsolás, András vidáman kétszer lefröcskölt, de hogy... Te elmentél csúszdázni inkább. Igen, csúszdáztatok nagyokat, itt még mindig nem volt benne, vagy itt még mindig nem történt semmi? Csak egy jó hangulatú fürdés. Hát igazából annyi volt, hogy ugye volt DJ, hangulatvilágítás, szívecskés lufik, mindenféle, bementünk a vízbe, és hát kimentünk a külső részre a vízben, mert hogy mégiscsak meleg víz terepen sokkal jobb, meg szebb, és gyönyörű csillagos éjszaka volt, tehát hogy meg András megmutatott egyébként nekem egy csillagot, amit ő ismert, egy ilyen csillagképet, de nem beszélt,
Volt ilyen, fölnézett az égre, azt mondta, az ott a nagy medve, és ez a gatyámba a kis medve már brumbok. Tényleg egyébként nagyon jó volt, mert én nem ismertem a csillagképet, meg annyira ezeket nem is tudom felismerni. Az Orion-t mutatta. Az Orion csillagképe. Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon klassz volt, meg a hangulatos volt, meg tényleg ezek a fények, stb. Minden, és akkor hát ott már volt ilyen, hogy mit tudom, így belekapaszkodtam nyakába, és volt ilyen áramló víz, amin így végigmentünk, meg ilyesmi, tehát ott ugye a belekapaszkodtál a nyakába, azért, mert nem tudsz úszni, és nem mély volt a víz, hogy voltak egyfajta tudatosság. Nem volt mély a víz, hanem ez az áram, ahogy víz magával, akkor ő úgy mondta, tartott. Mm-hmm. Igen, tehát vigyázott rám. És választottatok közös csillagot is az Orionban? Jaj, nem. Nem volt ilyen, pedig az menő, hogy választunk közös csillagot. Jó, oké, vége a fürdésnek. Igen. Ugye jön a dolog legnehezebb része, két idegen ember visszamegy a szobába. Igen. Mi történt? Aranyom, nagyon kíváncsi vagyok. Hát értelemszerűen a fürdés után akkor megbeszéltük, hogy akkor letusolunk külön, tehát hogy ő elment tusolni, mm-hmm. én addig próbáltam feldolgozni a közösségi portálon a dolgokat, utána pedig értelemszerűen hát így felöltözve háló ruhám, vagy hát boxerbe aludt András, úgyhogy abba kilépett, én pedig bementem, tehát ez körülbelül semmivel nem volt másabb, mint a fürdőbe a rövid nadrág, ugye értelemszerűen. De így bekiabált, amikor te tusoltál, hogy bemenjek megszappanozni a hátad, vagy ilyen, semmi? Nem volt ilyen. Tehát úriember volt, nem zavar fürdés abszolút közül. Abszolút úriember volt, tehát hogy nem nagyon ő is így megfelelő időben helyén kezelt a dolgokat, nem volt ez az ilyen pofátlanul rámenős, meg ilyesmi, ami nem is ez a típus volt, hogy lehet, így ilyen. Van, így van. Úgyhogy utána én is bementem, elkészülöttem, és hát én is felöltöztem a hálóruhámba, ami egy ilyen kis, hogyha érdekel, hogy miben aludtam. Gondolom, érdekel benneteket. Igazából egy ilyen püszös, ilyen forró nacsiszerű, amiben aludtam, meg egy ilyen meg trikó, ami ilyen kis vékony pántos. És bementél, a kutyafájár, elnéztem a naptár. Jó. Na, volt valami első este, vagy nem volt? Akkor megkérdezem, igen, azt, amit mindenki tudni akar, aztán megyünk a második napra. Megtörtént a dolog, vagy egyelőre megbeszéltétek, és nem történt semmi? Vagy nem történt. Nem történt semmi? Hát annyi történt, hogy a fürdőben volt egyébként egy csók. Tehát azt, hogy visszatérve a fürdőt. Te kapkodtál, persze. Igen. Ott volt egy csók. Uh-huh. Igen, igen. És egyébként éjszaka utána még pezsgőztünk, meg nagyon sokat beszélgettünk. Körülbelül én ilyen fél háromig beszélgettünk, és akkor utána lefeküdtünk aludni. Igen. De úgy, hogy akkor a dolog nem történt semmi. Nem, aha. Nem. Igen. És hát jó későn keltünk, értelemszerűen ilyen 11 dél körül mentünk reggelizni, úgyhogy összekészülöttünk, lementünk, nagyon helyesek voltak még akkor. Volt jó, én nem már nem kérdezem végig a menüt, igen, és onnantól kezdve az egész jó, napot, okay, hanem hogy végül is, ugye hát ami a legfontosabb, és amit mindenki érdekel. A kis medve hogy a második este, amiről az ember tudja, hogy lehet, hogy az utolsó estéje, ugye? Én már hát hiszen vasárnap kicsekkolás van. Volt valami, második nem nap volt. A fürdőben, mikor voltunk, ugye voltunk masszázson, meg később visszamentünk fürdeni, közben igen, voltunk lovagolni, tanítottak minket, hogy mit, hogy kell csinálni, és pedig visszamentünk a fürdőbe, és akkor, mikor ott a fürdőben voltunk, akkor kezdtünk el igazából így élesen beszélgetni arról, hogy ki mit gondol a másikról, meg így az egész, tehát amit eddig megtudtunk egymásról, hogy kinek merre megy az élete, mik a tervei, stb., az mennyire összeegyeztethető vagy sem, és hát ugye arra jutottunk, hogy András teljesen másképp képzeli a jövőjét, mint ahogy én, más helyen, más módon, és hogy egyébként tök szimpatikusak vagyunk egymásnak, meg nincsen így semmi gond közöttünk, de hogy ez abszolút nem összeegyeztethető, és senki nem így képzeli el a jövőbeni párkapcsolatát. De nem házasodik nekünk benneteket, nem halom. Arról, hanem párkapcsolat itt a fő dolog az, ami nagyon nehezen megoldható, hogy azért egy 100 kilométeres távolságot mondjuk úgy megoldjunk, hogy csak hétvégi találkozással. Tehát ő is 36 éves, én 28, és mondjuk már gondolkodunk komolyabban, és hogy elég-e az, hogy most az ember csak hétvégenként vagy két hetente tud találkozni, mert hétköznap értelemszerűen ezt nem lehet megoldani, és hogy egyébként akkor tervezünk-e egy irányba, hogy mondjuk akkor mégis belevágjunk, vagy sem. És hát mivel ő mondjuk Balatonfelvidéken képzeli el az életét, én meg Budapesten és környékén, az így csak fura a sorrend, mert az ember először
tehát ha szimpi és jó, és van kémia, akkor a dolog megtörténik, majd vasárnap ugye megeszünk, figyelj, egy éjszaka volt, neked miről szólt, erről szólt, tervezzünk-e, mit gondolsz? Tehát tulajdonképpen akkor kimondhatjuk, hogy szombat este se történt meg. Végül nem teljesedett be a dolog. Aha. Így van. Na, de jó, de őszintén akkor hol ment el? Tehát te mondtál végül nemet, és neked azt mondod, hogy kicsit másra vágysz, mint András, vagy András. Mert azért, ha két ember, aki bejön egymásnak, és működik a dolog, és van kémia, akkor lehet, hogy szombat este ez a dolog megtörténik. Tehát csak azért volt nem, mert azt mondtátok, hogy lehet, hogy nem egy helyen lakunk? Szerintem ez egy kicsit ilyen tudatosabb dolog volt ennél, tehát én azt gondolom, hogy ez a nem akartunk úgy belemenni, és ez a rámenni erre, akkor csak legyen szex, meg mit tudom én azért, mert amikor tudjuk, hogy nem lesz jövője. De neked, mint Pali, egyébként bejött? Figyelj, András, tök helyes pasi. És ajjaj, amit nem akarom, helyes, amit nem akarom, hogy nő rám mondjon, nem, az a Balázs nem, egy tök helyes pasi. Azt jelenti, hogy annyira naturális, hogy semennyire. Nem erről van szó, de Balázs, mert teljesen másképp gondolkodik ilyenkor már az ember, és én is olyan emberrel szeretnék tervezni, akivel azonosak az elképzeléseink a jövő. Na jó, csak azt gondolja az ember, hogy ebbe olyanok mentek bele, akik a kalandot is ugyanúgy keresik, mint egy hosszú távú kapcsolatot. Tehát én azt hittem, de nem baj, hogy nem történt semmi, mert ez is benne van, és ezt is tudtuk, hogy itt azért kell, vagy van egyfajta kalandvágy is, nem mondjuk a hosszú kapcsolat keresése, vagy annak megtalálása. Hát nem tudom, engem nem kimondottan a kaland vonzott ebben a dologban. Hanem, hogy találj valakit, aki... Igen, én ezen vagyok rajta, hogy az elmúlt 2-3 hónapban most már jobban, hogy én tényleg egy komoly kapcsolatra vágyom. De ha egyezik a dolog, egy helyen laktok, közös a gondolat, akkor megtörténik? Tehát mint Pali egyébként... Hát elképzelhető, hogy akkor jobban belevágunk. Ajajajajaj. Persze, nyilván elképzelhető. Add uram, hogy soha ne beszéljen így nőről. Mert nem így van. Látom, csalódottak. Hát tényleg, mert érted, hogy csomóan melóztak ezen az egész ügyön, érted? Az egész tárfőkereste. Mindenkinek egy csalódás, mert utána is jöttek az érdeklődések, hogy mindenki azt gondolt, hogy itt most nagy dúlalám lesz. Lehet, hogy lehetett volna ebből, hogyha egy irányt ad az életünk, de két felnőtt gondolkodás ember azért már fel tudja azt mérni, hogy tök más irányba megy a gondolkodásunk, és tök mások vagyunk ilyen téren, akkor felesleges erőltetni azt mindkét részről, hogy ezzel most lehet így vagy úgy, magyarázz, valami hiányzott, és igazából a dologból nem lett semmi, persze. Nyilván más oka is lehetnek, mint hogy most nem egy helyen laktok, vagy nem egy irányba. Az élet nem volt meg az a plusz, amire az ember azt mondja, úristen, de jó, mint délután 2 óra van, de jó lenne, este 8 lenne, és kevesebben lennének. Jézusom, tehát az a típus is van. Most nem ez a két típusú ember találkozott egymással. Jól van, oké, hát azért örülünk, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük, hogy azért jó kaland volt, mert szerintem egy ilyet egyszer ki kell próbálni. Beszélünk, jó? Jó, ezt most úgy mondtam, mint ahogy András mondta neked, hogy majd... Persze, hiszen egy hét múlva hívunk, hogy megvan életed pályára, vagy se. Anita, köszi. Ciao. Hello, puszi nektek. Ciao. Hello. Nagyon sokan írják, hogy ez a sztori úgy kerek, ahogy történt, így ez van. Ma a magyar valóság, illetve írja valaki, Petra is jelentkezett, állítok, látod, vittél volna engem. Vittél volna engem, még most se tudná fel egyenesedni. Mi sütörtök? Ezt megnéztük a számot, nem Petra küldte nekünk, csak Petra aláírással jött. Én örülök, visszaadta a hitem, hogy vannak még erkölcsös emberek. Pont ez az én értékrendem. Egy 60-as néni így írta alá. Köszönjük szépen. 30 felett a szerelem, csak döntés kérdése. Jó, de Andrea még 30 alatt van. Itt van András. Hello, András, jó reggelt! Jól érzem tulajdonképpen, hogy ez a dolog nem rajtad ment el? Hát nézzétek, én megtettem mindent, ami egy pasitól megtehető, kultúrát normális dologba, de igen, igazából jól érzitek. Én szerettem volna, Anita pedig igazából nagyon apró, nagyon finom jelzésekkel, de rávetített arra, hogy igazából tényleg, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ki merre tervezi, és hogyan is, hogy lehet ebből valami komoly dolog, akkor derült ki mindannyiunk számára az, hogy ez jó, de ha rajtad múlik, neked bejött. Persze, én nem tudom, a pesti pasika, mi a helyzet, hogy ezt a lány miért nem veszik észre, és hogy lehet, hogy ő... Te megkedvelted ezt a lányt? Meg hát, igen. Meg, igen, hallom a hangodon, hogy te oda vagy, vagy oda lettél érte, igen. Te megpróbáltad, úriember voltál, Anita részéről egy kicsit hiányzott, így kerek, hogy te is elmondod nekem, ez egyébként tök szimpi, hogy te ezt bevállalod, hogy nem jössz azzal, hogy hát megbeszéltük, hanem azzal, hogy én mindent megtettem, Anita pedig végül nemet mondott, nekem ez így sokkal szimpi, mintha most mondjuk te is terelni. Én viszont... vagyok, nagyon aranyosak vagytok, hogy próbáljátok be meg ezt, hogy mennyire vagyok hámra és mennyire nem. Természetesen, tehát ugye sokan ismernek, és kell tartanom magamat ahhoz, hogy
hogy ezek a dolgok, az ugye privát életet tartogatom. Tehát tényleg ez azért a másik, hogy minden hallgatnak. Na persze. Ez elég nagy kihívás. Jó, te megtetted, amit megkövetelt a haza, de végül is nem. Megtettem, amit megkövetett a haza, igen, így van. Nyitva volt az aranykapu, de nem bújhattál át rajta. Ahogy szokták mondani, igen, ugye? Hát ez a helyzet. Játszunk ki egy jövőre is, ki tudja. Jó? András, addig nagy kalap a leged az életben, az ismerkedéshez is. Nagyon köszönöm szépen ezt. Mint kaland azért jó volt. Külapot, kaland, hát ez hihetetlen, tényleg a életem egyik legnagyobb élménye. Úgyhogy meg a hallgatóknak, meg a hozzászólások, meg minden, tényleg le a kalappal előttetek is, meg nem tudom, dicsérni tudnék mindenkit, akit az Ante végig dicsért, tehát teljesen jó, hogy őt hívtátok, elmondott mindent, én biztos nagyon zavarba lettem volna. Jól csináltad, jó volt. Volna, jól csináltuk ezt így, szerintem. Köszönöm szépen. Jó van, hát előbb-utóbb találsz valakit. Köszi, csáó. Köszönöm. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Tegnap kérlek szépen vásárolni voltam, egy új mozgalmat kéne indítsunk, a szakembereket minden boltba típusút. El kellett mennem egy olyan nagy boltba, ahol felújításhoz, festéshez lehet kapni dolgokat. Újítjátok a kamrát? Figyelj, már nem bírt el a sonkákat, meg a kolbászokat, ráadásul tényleg ilyen két marha nagy konzolt kellett vennem, amire egy 100 kilós cuccot kell föltenni. Húzaszkodni akarsz? Én? Hát 100 kilósat az azt hiszem, hogy magadnak csinálsz. Akkor 150-ig kellett volna ezt a konzolt megvenni. Megveszem a konzolokat, és lesétálok arra a részlegre, ahol vannak a dűbelek és a csavarok, ugye a dűbel, amit a falba beteszel, és abba behajtod a csavar. Na, lehet, állj meg egy pillanatra. Mi az a 100 kilós dolog, amit föl lehet rakni? De ekkora sonka nincs, ekkora kolbácsa nincs, 100 kilós dolgokat akarsz felkezdeni, azokat összesen nincs 100 kilónak a lakásomban, bármi, amit föl lehetne akarsz, mint mosógépet teszel a falra? Hát az sem, az sem annyi. Milyen 100 kilós dolgokat akasztasz te föl egy társasháznak a negyedik emeletére? Egyelőre maradjon ez még titok, hogy mi az, amit erre rákerül. Élő disznót nevesz már az erkélyen, és oda akarod fellógatni? Vagy látod, egymás fölött lesznek a disznók. Ja, állítólag vágtak már disznót a Havannán. Meg tartottak lovat a 8-on, igen, nem tudom, hogy ez legenda vagy nem legenda. Állítólag ez megtörtént. Na mindegy, hogy 100 kilós dolgokat kell fellógatni, igen. Igen, oda mentem az emberhez, hogy legyen kedves segítsen, mert én nem vagyok egy nagy műszaki ember, befúrni be tudom, de mondja meg, hogy mi kell hozzá. És ingatja a fejét a fiú, már hogy megyek felé a két izével, a két ilyen szerkezete, ingatja a fejét. Mondom, jó napot kérlek, ne haragudjon, meg tudnám mondani, hogy milyen csavarokat. Tovább ingatja a fejét, mondom, elnézést, tud beszélni? Elnézést, maga igen, magyar? Igen, tudok, nem én vagyok az illetékes, ott állt a sor végén, tehát a polcnak a végén, ahol ezeket a csavarokat árulták. Hát mondom, tesó, jó van, akkor kit kérdezzek meg? Ott áll fönn a mester. A mester egy létra tetején állt, és valamit rendezgetett. Fölül fölkiabálok neki, mondom, jó napot kívánok, kéne segítség. Lenéz rám, tovább rendezget. Mondom, ne haragudjon, tényleg kéne segítség. Lejött, mondom, hogy mit kéne megvegyek ahhoz, hogy ez ne szakadjon le. Na most azt képzeld el, hogy... Mondd, hogy Rákóczi úr inkább fekvőtámaszozzon. Nem mondtam? Hagyja a francba ez a húzózkod, a 100 kilószak, inkább nyomja a fekvőtámaszt. Igen, és magának egyébként se 100-as kell, hanem 150-es. Igen. Tehát nem 100-as kell. Letolt a szemüvegét, így rám, jó, menjünk Adán Pancs. Volt ceruza a füle mögött, és kertésznadrágban volt ez a klasszik? Igen. Ugye ilyen, tudod? Így, ahogy mondom. Ceruza a fül mögött, kertésznadrág, és fingja nincs semmi. És a colstok az így kilóg egy kicsit a felső zsebből. Kérdezel kettőt, és fogalma nincs, és néz rád, igen. Megvan ez a típus. És elkezdi a ceruzát babrálni a füle mögött, és igen, a másik füle mögött pedig egy cigicsík volt betéve, hogyha véletlenül ki lehet menni. Odállunk a polcra, és ilyen nagyon szépen meg van csinálva, hogy ami zöld színű dobozos, az kis súlyokra van, tehát 10 kilóig. A sárga az mit én? Odáll a zöld doboz elé. Mondom, ne haragudjon, uram, biztos én nem tudok olvasni, de ide az van írva, hogy 10 kilóig jó a történet, nekem meg egy ilyen 100 kilós cuccot kéne föltenni. Rám néz a csávó, na de uram, egy konzolon 3 luk az 30 kiló, két konzol az már 60, ha vesz még 4 konzolt, akkor meg lesz a 100-as. Tehát 4 konzolra tett föl azt, amit egy konzolra föl lehetne? Hát kettőre kell föltenni. És vegyél több konzolt, mert eloszlik a súly. És mondtam neki, hogy ön egész biztos, hogy félreért engem, ez a kettő darab rohadék konzol van a kezemben, és nem is lesz több, de hogy nem lehetne, hogy kitalálj. Bácsi, nem volt a helyzet magaslottan. Na, átmentünk a pirosokhoz, ott az már kibírja. A konzol vastagsága 3 mm, csak mondom. A dűbel, amit betesz a falba 6 centi, ebből 2 centire kilóg a csavar, és ezt a kezembe adja, hogy ez jó lesz. Mondom, ne haragudjon, nem fogja oda a falhoz ez a rohadék izért csavara. Biztos, hogy valami kisegítő osztályon voltál? Vagy nem, nem, ez egy rende, ez egy ilyen nagy bolt, ahol lehet. Azt mondja, majd tesznek alá tétet. Másfél centit ebbe? Jó.
ezt visszatettük, lebeszéltem róla, ekkor voltunk 40 percnél, már minden. Jól elbeszélgetettek, a két szaki, ha találkozik. De nem akartam elbeszélgetni, és az volt a legjobb, hogy a többi vásárló, ott állt mellettem egy ilyen hasonszörű fiú, pár évvel idősebb, vagy fiatalabb, bocsánat, mint én, és az így megingatta a fejét, így mondta, hogy engedd el, majd segítek. De mit csinálsz, amire 100 kilót fel akarsz lógatni? Hát ez a nagy kérdés. Bilincset is vettél, mert akkor van egy tippem. Tehát, hogy esetleg moziba voltál, megnézted? Én nem láttam a szürke 50 árnyalatát. Béka, orzsáláncolok a radiátorról, felhúzlak itt egy csigával a szádba, meg egy biliárgója, aztán építitek a szobát, mi? Figyelj, ez történik, láttad tudod, a filmet. Diszkógömbön van, azt tudod, hát az marad benne. Apa, mit csinálsz? Építjük a szobát anyádnak, rágerjedt az új filmre. Kicsit átalakítjuk a szobát, gyerekek, ide most már ti nem jöhettek be. Értem én, szóval sikerült becsúsznotok egy moziba, vagy Béka megvette a könyvet, és mondja, Ferikém, az olyan jó lenne, egyszer lekötöznél engem is. Nem mondtam, mondta hát neked. Azért már túl vagyunk az ilyen alapfokon, hogy lekötözés, meg a hasonlók. Most már kell egy kis fejlesztés, és akkor valóban erre kell a dolog. Még egy csavar csak benne, hogy amikor a következő polchoz nyúlt az emberünk, egy olyan csavart adott, ami átesett a lukon, a konzolnak a lukán. Fú, bácsi nem volt ügyes. Tehát nem. Bácsinak ez az első nem. napja lett. Ő valószínűleg a tapétaosztályról jött át. De akkor miért? Átrakták, és ez volt az első napja. De akkor miért nem mondja azt, hogy uram, ne arra, hogy nem tudok segíteni? Dugják össze a fejüket itt a többi vásárlóval. Én ezért utálom ezeket a rohadt nagy áruházakat, mert 10 percig keresel valakit, aki ráér. Tehát én már mikor elmegyek egy ilyen áruházba, szorongok, hogy kit találok, aki ráér, és a tapéta osztályon találsz valakit, aki hülyén néz rá, hogy ő nem megy át a csempe osztályra, ő a tapéta osztály. 8 perc azzal telik el, mire megtalálsz egy embert, aki tud neked segíteni. Hát, és aztán valószínűleg az is, hogy az sokszor félbolond. Igen, tehát fogalma nincs semmiről. Igen, ő szegény nem nagyon tudott. Nem nagyon tudott. Ilyenkor jön, hogy odáll a számítógéphez és hosszasan. És tudod, az a fajta volt a csávó, aki így nagyon sokáig próbál megsegíteni, hogy azt tűnjön fel, hogy ő most gondol. Te hidd azt, hogy ő ért hozzá, csak de neked a legjobbat. De te átlátsz, látod, hogy teljesen hülye. Persze, hogy fogalma nincs. Fogalma nincs, úgyhogy egy órát körülbelül sikerült 6 darab ilyen csavarral eltölteni, de megvan a csavar, és fönn van a cucc, és... És mondta Béka, hogy Feri, hát nagy ez a milliárdgólyó, nagy, de valahogy csak bemegy a számba. A milliárdgólyót mindig én használom. Fura ez az állat, fullerzáros, de akarod, felveszem. Aha, na és milyen a film, jó? Mert ezek után értem, hogy épül a szoba, de hogy jó a film? Jó Béka. A könyv, mert azt hallottam, hogy nagyon soft egyébként. Nagyon soft. Találtatok benne valami újat? Nem, én nem néztem meg, nem? Mondtam, hogy én nem akarok lebutulni, de a Béka elment egy barátnőjével, és ők nagyon meghatottan értek haza, és ezután rövid egy órás rajzolgatás után letette az új szobánk rajzát az asztalra. Úgyhogy most azt építem. Muszáj. Húzockodtál rajta, ez elbírja, igen, csörlők, csigák, a gyerekek nem értik, hogy mi épül a szobában, valami nekik szörnyű dolog. Nekik azt mondom, hogy edzőterem. Nekik azt mondom, hogy edzőterem, de van egy másik funkciója. Fura ez, mikor meglátják az anyukájukat, majd a radiátoros bilincsel. Anya, csináld meg nekünk a mézes kenyeret, mondd meg apádnak, hozza a kulcsot, mert nem tudok. Anyád nem akart edzeni, azért van kibilincselve. Hogy magyarázod ki a gyereknek, amikor megérkezik egy rossz pillanatban? Igen, anyád nem húzockodott rendesen, ezért oda bilincseltem a radiátorhoz. Apa, és miért van piros plusz a bilincsen? Ne lágja a kezét, azért még szeretem. Igen. Tehát én nem tudom, ezeket az eladókat egyébként nem értem. Szóval hogy van az tényleg, hogy van az az eladó típus, aki ezt, ha bemész és kérdezel valamit, szinte személyes sértésnek veszi, hogy te megmered kérdezni. Akkor minek megy eladónak? Vagy ha utálja a vevőt, akkor menjen máshova. Megvan az a típus, aki olyan szinten sértetten tud rád nézni, ha te kérdezel valamit. Nem csak barkácsáruházban, bárhol. Hogy az undor, a lenézés, az életutálat, az ott van az arcán. Az első, ami válasz, amit kapsz válasznak. Én értem, hogy nem szereti a munkáját, de hogy miért rajtam tölti ki, aki még nem talál egy 38-as farmert magának. Megyek. Hát mondom, várjál ezt be. Tényleg ne haragudjál meg, hogy megkérdeztem, hogy most hol tudok-e 38-as gatyát nézni. Istenem, nem akartalak megbántani, de segíts már egy kicsit, mert nem találok. És nem az van, hogy van még 5 pillanat. Levő. Tudod, és a pillanat. Hagyját a pillanat, és ebből azt érzed, hogy megbántottad, hogy megkérdezted, hogy jöjjön már neked segíteni egy 38-as gatyát találni. Pillanat. Jaj, és hajtogat, tudod. Nem, hát, ha hajtogat, az még hagyjan. Az nagyon fontos, hogy most élére hajtogatsz az ingeket, de hogy gyere majd, mert egyszemvevő vagyok a boltba, semmi dolgod, mutasd már egy 38-as gatyát. Nem, azt mondja, megyek, és leteszi a telefonját. Nem ugye, mert éppen sem esezem. Igen, és konkrétan megsértődik. Tényleg utálja. Én tudom, nem jó 10 órát állni egy boltban, meg én sem, valószínűleg én sem szeretném. Jó, de ha már ott állsz, akkor nem. Én arra gondolnék, hogyha bejön valaki, és legalább mutatnom kell neki egy 38-as gatyát, azzal elment 2 perc, és történt valami, nem? Állnak ilyen félhülyén, ilyen oxigénhiányos állapotban, a nem szellőztetett boltban, tudod, teljesen elhűlve, és megsértődnek. Ugyanez a barkácsáruház.
úgy át kell sétálni egyik szegmensből a másikba, rosszul van. Tehát neki nem akar ő a tapítóosztályról elmenni. Oda sorolták be, reggel ő a tapítóosztályt húzta, hagyjad őt békén, te a kertészosztályon akarsz, mint tudom én, gyomírtót. Ne cseszeges. És azt mondja, és mindig, ők mindig tudják, hogy hol áll a kolléga. Most is azt mondta az első, ott áll a sor, a kisgépes kolléga, ő tudja. Na, én rájöttem, ezek mit csinálnak. Tudod, mit csinálnak? Reggel felveszik a munkát, és aztán bujócskáznak. Tehát a Barkács áruházakban az történik, hogy egyébként minden osztályon kellene állni a két embernek, ezek elbújnak. Látják, hogy jön a vevő, nekem fix a idán. De. És elindul egy ilyen sakkozás, menekülnek előled. Hogy van az, hogy nem találsz 10 percig embert ezekben a barkácsában? Tudja, hogy bent ülnek hátul és kávéznak, elhiszed? Vagy egymás elől is bújkálnak már. Mert... Szóljál Józsinak a tapítóosztályon. Józsi a tapítóosztályon már nincs, mert elbújt. Nem láttam. Mert elbújt, igen. Misi van a, nem tudom, a csempeosztályon, ő sincsen sehol. És azt látod, hogy 8-10 ember a barkácsáruházakban üldöz egy kékruhást. Ugye? A kékruhás pedig folyamatosan menekül, hogy ne kelljen senkihez se oda menni, mert akkor rabolják az ő drága idejét. Én ezért utálom. Apacs 1-2-3, ezt lehetne játszani? Tehát, hogy akkor tényleg csináljuk azt, hogy legyen az áruházban egy ilyen játék, amiért pontot kapsz. Legyen az, hogy, hogy a kék kertész gatyás 500 pont, a csempeosztályos 1000 pont, ha megtalálod, akkor 1000 forintot leírnak a számládból. Na, nem? Találd meg Józsit a csempeosztályon, 1000 forint. Kedves vásárlónk, szeretettel köszöntjük áruházunkban. Mai játékosaink Lajos a csempeosztályról 500 pontot ér. Józsi a kertészosztályról és tapítóosztályról Ferenc. Én értem, hogy a vevők is sokszor nyilván nagyon fárasztóak. De az, hogy bemész 4000 négyzetméteren, és így üvöltöznöd kell, hogy egy kék ruhás jöjjön veled szembe, tud neked segíteni, mert ott állsz hülyén, és fogalmad nincs, hogy milyen tapétát hol találsz. Tehát azért az szörnyű. És mi lett a vége? Sikerült, megoldottuk. Ott az a kolléga, mondom, a szintén vásárló kolléga, mint én, így az egyik csavarnál így oda biccentett, hogy azaz, tegyed, az jó lesz. És akkor mondtam, hogy köszönöm szépen. Ja, és várj, a legjobb volt, hogy már le akartam lázni az öreget így a harmadik szetnél. Mondtam, csak jó, hagyja csak, majd mi megoldjuk akkor, mert itt látom, hogy van egy vásárló kolléga, és ő ért igen, hozzá. Van a típus, aki nem adja fel. Igen. És utána mondta, de nem mutatom a következőt. Nem mutasson semmit. Igen, amikor még emésztőnk volt a házhoz, akkor találkoztunk a legérdekesebb eladó típussal, aki egyszerűen nem tudta megoldani a választ, és tudod, mit csinált? Sose fej, állunk a viké, és azt mondjuk, hogy van egy por, amit ha te bele öntesz a te vécédbe, akkor az lemegy az emésztőbe, és az egész részt kitisztítja, illetve ha már befolyik az emésztőbe, most már csatornáztak nálunk, akkor ott elbontja a dolgokat. És mondtam, hogy ilyen port adjon nekem. Csávó állt 5 percig, rohadtul gondolkozott, mondta, hogy ismeri, tudja, fogalma nincs, mi a neve, mindjárt jön. A leges legnagyobb trükk. Tudod, mit csinált? Nem jött vissza. Átunk ott a Vikivel, figyelj, és az, mint az előbb a villamosos sztorinál, egy idő után már azért nem mész el, mert már nem akarod megbántani, hogyha visszajön és ennyit keresett, akkor ne legyél te paraszt, aki elmentél. Negyed óráig vártunk, mire rájöttünk, hogy a csávó nem fog visszajönni. Bement kávézni, tuti. És mondom, tesó, a legnagyobb trükk. A leges. Mondom, figyelj, ha még egyszer találkozom veled, kezet fogok. A legnagyobb trükk. Nem tudom megoldani. Bajban is vagyok, nem tudom, hova. Megkeresem. Keresem, uram. A csávó nem jött vissza. Álltunk, tényleg 20 percet álltunk. Mondtam, megtalál, megoldott. Biztos, hogy egy ideig nem. Direkt körbe mentünk, és végignéztük, hogy keresi-e valahol. Tehát, hogy elment-e, és már olyan osztályokat is végignéztünk, ahol már nem lehetett, felszívódott. Az milyen? Nem, mert elhagytad az őrhelyedet, ő oda ment vissza. Soha nem jött vissza. Vagy lejárt a műszak és hazament, vagy beült hátra, és kukkolt ki, hogy nézd a két hülye még mindig ott van. 20 percen keresztül vádunk. Ő a legmelegebb típus. Jövök mindjárt, és eltűnök. És ő még kedves is az elején. Uram, már is hozom, csak egy másik osztályon van, elmegyek érte, várjanak. Igen. Tehát van az undok, van aki nem adja fel, és követ téged a pénztárig, és azt mondja, hogy ezt még nézd meg, ezt nézek, jó lesz. Van a kérdésre megsértődő, és van a legnagyobb életművész. Nem tud rá válaszolni, és felszívódik. De jó, az indok, azt mondja, hogy neked segítek, elmegyek keresni. Hozom mindjárt, uram, várjon itt meg. Nem láttál még két ilyen tanácstalan embert, nehogy mi álltunk. Fogtátok egymás kezét. Fogtuk egymás kezét, mondom, Viki, valami biztos visszajön. Egy idő után meg már mondtam, hogy menjünk már, hallod, nem fog vissza, és Viki, ne bántsuk már meg, hát biztos kell, tudod, a női lélek. Lesz a kezében. Hát most visszajön, és mi meg nem vagyunk ott, maradjunk már. 20 percig álltunk. Azt elsírom magam. Na, nagyon kemény egyébként, igen. Hát, nem egy egyszerű helyzet, igen. Mi lesz a 100 kiló, amit fölakasztasz? Hagyjad, engedd el. Ha kész van, kész a szoba. Egyszer nem mehetünk át, hogy ti átjöttök hozzánk, még Vikivel átmenjünk a szobába. Nem csináltunk egy ilyet. Bérszobáztatás nincsen nálatok? Más a méretezés, de hát, ha tudjátok használni. Ha
téged oda fel lehet húzni fordítva gyertyállásba, akkor engem... Én mondjuk igaz, hülye vagyok. Akkor engem elbír. Lefelé megy. Tehát te fejjel lefelé lógsz, érted? Béka felhúz három csigarendszeren keresztül, minket ott az ott megsérez. A Vikita kis maga 50 kilójával, tehát minket nem, megsérez. Nem a súlyra gondoltam, csak tudod, ha engem lábbal fölhúzunk, és alul pedig még be kell csattantani a bilincset, akkor neked az hozban túl sok. Az ne, igen, az nem lesz jó. Csak a hallgatóink tapasztalatai, mert van egy-kettő. Egy táskaboltban kerestem kamasz lányomnak kis táskát, az eladó mondta, ott van hátul a fogasson, menni fog, mert én mennék hátra kávét főzni. Na, hát ez nem tukkó, már ne haragudj. Koraduma, mennék hátra kávét főzni, igen. Szia Balázs, 3 éve itt állok a boltban, hoztam a spéci porodat, merre vagy? Egy eladó. Igen. Ez egy nagy barkácsáruházban történt, a 40 kilós kézbetonos zsákokat a 20 éves keresztlányom és én pakoltuk fel a bevásárló kocsira, eladó csávó végignézte, és azt mondta, hogy őt nem ezért fizetik. Hát tulajdonképpen, na most ez is érted. Én értem, hogy nincs benned, de két nő pakol 100 kilós cementes zsákot, és nem mész oda segíteni, hogy lányok, adjátok már nem, 4 darab zsák, földobom, 2 perc. Barátnőmmel barkácsáruházba mentünk ágynemű takaró fóliáért, mivel nem találtuk, kerestünk egy eladót, barátnőm kérdez, hol találjuk az ágynemű takaró fóliát, az eladó válaszol, nekünk ilyen nincs. Barátom csodálkozom, visszakérdez, benne van az újságban. Erre az eladó. Akkor van. Meg lehet egy győzni legalább. Igen, de én nem tudom. Festékes vagyok. Nézegette tovább a festékeket. De erről beszéltünk. Festékosztályos nem megy át a csempeosztályra. Vidéken dolgoztam egy nagy kereskedőházban, évek alatt már tudtuk kivásárolni sok apró vackot, amikor megjött, 6-8 felé szaladtunk, mindig az új kolléga kapta. Mondtam én, hogy bujocskáznak. Ugye? Mondtam én, hogy elbújnak, igen. Feri, neked legalább próbált segíteni, nekem azt mondták egy barkácsáruházban, hogy nincs napellenző a tetőablakra, mivel rutinos voltam, 3 eladót is megkérdeztem, mindháromszor ezt a választ kaptam, de ma nem adtam fel. Fél óra keresgélés után legalább 4000 darabot találtam egy sorban. Igen. Igen, mert ők nem a tetőablak napellenzősök voltak, ennyi. Igen. A vevő 90%-a nem tud köszönni, ebből következik, hogy naponta több száz bunkóval találkozol, mire te odaérsz hozzá, már teljes ideg, mert még a munkáját sem tudja rendesen elvégezni, mert hogy beszélget. Ez a másik oldal, gondolom, egy eladó. De ez minket, hát csak nem akar, igen, tehát hogy nem tartozik rám, hogy te egyébként hány hülyével találkoztam, mert én szépen kérdeztem, köszöntem, érdeklődtem. Lottozóból ír nekünk Peti, amikor valaki megkérdezi, hogy az 5-ös lottón mennyit kell x-elni, figyelj, azért az nagyon meleg, az nagyon meleg. Majd 2 perc múlva megkérdezi, hogy a 6-osnál mennyit x-eljen, akkor picit felmegy a pumpa. Jó, ez mondjuk érthető. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Pedig ez utolsó adás. Ugye? Elvileg. Afrikából jelentkezünk. Igen. De hát ez egy veszélyes hely. Ahova megyünk. Uh-huh. Ez most azért ott van elég sok minden, mindenféle túlzás nélkül. Akkor nem menjünk. Hívjuk fel a Kolosi Pétert, és a rádió vezérigazgatót, és mondjuk meg, hogy hagyjanak ezzel a baromsággal, gyerekeink vannak, hogy minek oda kimenni, hát normálisak vagytok, Péter, nem megyünk. Mondjuk, abban lenne rock'n'roll. Igen. Az tökös lenne, Jani. Főleg, ha a ködbéremre gondolok, amit akkor fizetem kellene. hogy annyit celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok 2 nevet. Aha. Akiket még nem. Akiket még nem, és azokat bántjuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos. És celeb. Te is. Én is, és aztán Balázs is. Igen, aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk 2 nevet, és teljesen váratlanul rájuk csörgünk. Uh-huh. És olyat teszünk, amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. Na, de jó vagy. De hogy is, egyébként a celebek nagy részén egyébként, akikről mi beszélünk és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki 2 tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefon, itt a telefonkönyvem. Akit mondtok. Kit hívjunk föl. Ki volt az,
Hát aki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressünk olyat, nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk elérhető-e. Most mondunk két nevet. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit. Igen. És én azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba. Most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencéjét, hogy mennyire vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit alapvetően egyébként... Én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürdene egy hétig? Csatakos homlokkal. A Bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a Sztárban Sztár. Ugye? Uh-huh. Van. Hát gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond meg, a Majka mond meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide de a Hajós elő. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem, azt mi mondanánk. Hogy... Miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Mert ő kedves sem mondja, te meg nem, tudod? Kicsit mi azért így mert a Hajós biciklivel jár, te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl, mondjuk meg neki, hogy Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába. Két hétre gondoltam. Egy alapvetően csak néhány nap forgott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk a Lajost. Jó, kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt tízig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkismert furdásom van, csak ha bármi történik, ne maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy, nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért ez én nem jó. Egyetlen címlapot sajnod, hogy Madon Jani beszólt valakinek. Persze, én mindig csak azt mondom, hogy engem igazából ez a dolog nem érint. Te szemét, mindig én viszem el a bajt, akkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajos. Aha, jó? Segítek. Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominik. Én annyi nevet szedtem össze. Pokora jutsz. Én te szemét állat. Haló. Haló, Galambos Lajos. Lajos, keresünk. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggelt. Hello, jó reggelt. A retyón ülsz? Na kezdődj. Nem, nem, az autómban. Ja, nem, csak olyan, nem, nem most esküszöm. Nem, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni? Mondjuk egy másfél hónapja? Nem butánskodj. Nem. Azért gondoltam, hogy a retyón ülsz, mert olyan visszhangosodnak a kocsitből ülsz. Jó. De ezt hagyjuk, elvesztjük el ezt a szállat. Figyelj ide. Te drága ember, mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Szóval, azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj. Én nem haragszom rátok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod. És akkor hallanak egy ilyet reggel a rádióban, nem értik, nem értik. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is, producernek, és tehát nem celeb vagyok. Egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Azt gondolom, hogy ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani, nem zavarna, nyilván humor volt nálam, ez tender. Figyelj, Lajos! Csak nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Hogy? Fogod látni ezt majd, halli sok vagy minden. Meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van. Utaltatok a Sztárban Sztára. Figyelj, na hát ott, na hát én ahhoz képest... Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem, és ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk, nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kőkény Attila a hadsorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért majd hívjon fel a azért Hajós, nem hívjon fel a BM-t. Azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy ne maradjunk tüske és hozzá szegfű. Rádiót, na hallgatsz minket, de drága vagy. Érdeklődés hallgatok, és annak örültem, hogy a Kicsi falu Mocskövetemény című dal nem a Bugyizó négyének kellett, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod, hogy tudat alatt már elindult a bocsánat. A rosszul tudod, eredetileg ez a Balázs Fateriainek el. Jaj, értem, jaj, rendben van.
Barabira kedvelünk, bármi történik, imádunk, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szegény, elég teher vagyok neki. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom. Puszilunk. Vigyázz magadra. Galambos Lajos, köszönjük szépen! Ciao! Hello, hello! Egy kipipálva. Tessék? Egy kipipálva. Egy megvan. Erre az évre meg is vagyunk. Jó. Akit még, még nagyon csúnyán. Igen, nagyon, de szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat. Nem, akit igen, nagyon csúnyán, nem, rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárba döngöltél megtapos. Mondom, és várjás, most tudod miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, aranyos kislányhoz kapcsolódik. Fási Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét, csak bejátszottuk a Hotel Silver. Így van. Amit ő énekel. Na, hát. De ő akkor hallotta egy stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett. Jó, vezekelek. Oké, utolsó. Na, Fási Ádám, tessék. Fási Ádám, rohadjatok meg. Már ezt kinek üzentem. Na. Gyerekek, higgyétek el, minden sztár azt mondja, nem engem a gyerekemet. Persze, persze. Ádám. Ó, a mester, Balázs, Morning Show, Jani Feri. Ádám, szia. Hello. Jó reggelt. Jó az irány. Jó nyomám. Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, emlékeztem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? De jó, hogy most nem a retyóval kezdted. Én féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a Lajcsi. Igen, ez... Ha 10 perc előbb hisz, akkor ott vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide! Barátom, cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon vettünk mi a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked ti is, nem így van, minket is belerántott ebbe a dologba. De tudod, hogy mi nem gondoltunk, hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulatos zenét, nem, már nem is tudom, milyen összefüggésben. Szeretünk, és ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Ugye, én soha nem haragszom, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond, kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Engem lehet. Jó. Hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Minden vagyok. Reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs semmi gond vele ezzel. Nem... Én nem maradszom a csipkedődnek. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért? Mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntök az országban? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy... Kedvelünk, imádunk. Marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nincs semmi gond. Vigyázz magadra, jó? És áldjon meg az Isten veleteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont. Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, Sziasztok. Szia. Csak így tovább, te rohadék. Tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik? Kozsó. Te mit tudod, Dominikot mondod? Mind a kettőt. Nem akarod. Még itt a Bodzoli is hozott egy csomó minden állatot, meg itt a Benny közben. Gyorsan. Kozsó. Bárkonyi Attila. Mi DJ Dominiket keresünk, akkor bocsánat.
Én lennék, pont ugyanez. Balázs Morning Show, hello! Szevasztok, jó reggelt! Itt a Jani, itt a Feri is, csáó! Miért így? Miért? De miért mondtam el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, vagy nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban vagyunk. Mielőtt valami kicsúszod, de profival is így nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántónak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten esetleg bármi történne valunk, odakint messzi világba megyünk, zordvidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a hát haza. Nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kértek. De srácok. Igen, de srácok. Igen, legalább bocsánatot kértek. És rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítódnak a címét. Nem, hogy érted, javítok a helyzeten, dolgozom rajta, ezzel erre bevered a kobakkendőt. Attila, veszi a lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz erre? Dehogy vágom rátok a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat. Ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, igen. Igen. Szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Rálatok ezt benni. Na jó, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó már őse. De jó már... Már őse, de akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás, kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő, segíts, igen, mit hát meg... kaptunk ajándékot. Tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születés, nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes voltál, te küldtél a születésnapunkra ajándékot, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs nem beszéltes. Mindenki kapott névre szóló kobakkendőt. Bizonyán, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha a hazánk kicsiny, sokszor kissé száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés a mindenből. És azt is mondta, hogy Jézusom, puncs, utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Igen. Így van. Na jól van, szóval... Miért nem csak itt küldtsék? Igen, szóval igen. Kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk jó, elmondani. Szépen. Nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármi. Igen. Nem európai gyomornak való az, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon jó. Köszönjük, DJ Dominik, Várkonyi Attila, köszi, ciao, hello. Nagy kalappal, bocsánat. Hagyd abba. Tényleg hagyd abba. Miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem. Én nem bántottam. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát ebben semmi nincs. De akkor zed kitől kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Mi kérjük meg, hogy a Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő is pici skizoid, de az a vagy paranoi skizoid. Halló. Halló. Jó reggelt, mi a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát már most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budin lesz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A nevetés a régi. Van, Kozsó! Jó van. Hello, jó Kozsó! Szia! Élőadás vagy, mit csinál szépen? Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem. Ja, de semmi, csak. Figyelj, most Kozsó, figyelj, drága Kozsó. Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérünk, hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármi olyan elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kell mondjuk, hogyha itt lennél most,
nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj ezért. Komolyan, komolyan, tényleg? Na, halló? Semmi, az ég egy adta világon, és ha beszél Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem barátok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendet kell menni. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Sajnos még nem jártunk arra az Zetkivel. Utálok Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikiznek, de ez a világ legtermészetesebb dolga. Egyébként én is, mindegy. Én nem szoktam megbántani embereket, de amikor a ti csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok. De egyébként meg ettől jó. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint abban a szólna a rádió. Nem veszem a beszélgetés. Kéne, hogy vegyem. Olyan akkor kell mondani, hogy jobb, hogyha felveszem. Nem, most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Hogy mentek ki. Afrikában én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz, az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzőknek. Hát nekik még keményebb, igen. Biztos tetszeni fog ez a dolog. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. De... Nem is kell. Ez már olyan reggel, hogy ma gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és pucilunk. Így jó? Van. Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez az igazi Kocsó. Ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogy is. Kocsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, és Zetkinek is add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kocsó, hello! Ez az, látod, milyen rendes. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, képzeljétek el. Na, mi történt már megint? Jújjúj. Állítólag... Nem mondod. Ne csinálj. Ne csinálj. Komolyan. Állítólag a Páko elérhető. Na, a szörnyet fölébresztjük most mondani. Jól érezted. Aha. Jól tudatalatt te érezted, hogy valami szörnyűséges dolog. Kinek, a közös képviselőnek, vagy nekünk? Hát mindkettőnek. Figyeljetek, mi egy hét múlva indulunk, kihagyhatatlan, hogy azért tanácsokat kapjunk attól az embertől, aki úgy ismeri Afrikát, mint a saját tenyerét. Aki fel tud készíteni az összes veszélyre. Meg tud tanítani nekünk egy-két fontos mondatot, amit majd ott elő tudunk adni. Számomra mondom, a nagyot egyétek, ne a középsőt. Jó, a nagyot vagy a kicsit, én ezt akarom megtanulni. Ti is nyilván meg akartok tanulni mondatokat. Hát viccelsz. Van egy ember, aki kiválóan beszéli a Zulut, ismeri, és minden dél-afrikai a barátja. Hát nála jobban nem ismeri senkit Afrikát, még Máté Bence sem. Hát értem, a Páko az egy két lábon járó les, akire rá se bagoznak a malavitavi sügerek. Ő otthon van Afrikában. Mikor volt utoljára Afrikában? 32 évvel ezelőtt. A jelek szerint ott született, de hogy valószínűleg 6 évesen tették ki az országból, mert mondták, hogy nem. Tehát ezt még Nigéria se tudja bevállalni. És azóta ő nem járt Afrikában, de még ennek ellenére is többet tud Afrikáról, mint mi. Sötétedés után valóban nem lehet kimenni. Mit együnk? Mire figyeljünk? Így van, mi a nemzetiért? Honnan lesz vízünk? Hogy mondják, hogy nem tudom, Zulu nyelven, hogy ezt köszönöm szépen, nem kérem. Kérem, ne bántsatok itt a hitelkártyám. Érdemes elmenni egy esti fürdőzésre a Nílusra. Igen. Afrikánsz nyelven hogy mondják, hogy odaadom az értékeimet, leveszem a kaputni és pulcsimat, csak ne öljetek meg. Ez például jó, ha te megtanulod. Itt a futócipőm, csak ne bántsatok. Nézd meg a frizuráját, ő a leggazdagabb, őt vigyétek. Igen, vigyétek a középsőt, érte, sokat fizet a magyar állam. Szóval annyi minden van, gyerekek, hát és hát kit hívnánk, ha ne őt, nem? Vagy ha nem Pákot, hát egész egyszerűen. Tényleg, akkor már tényleg tájékozódjunk autentikus forrásból. Igen. Itt van a Magyarország afrikai nagykövete. Az intellektuális mélységek és mélységek ismerő. Bauni! Bauni! Jaj, Istenem, hát te tudsz, te komolyan mondom, tudsz hiányozni az embernek, tényleg. Hát ismertem. Na mi van, meg lett a telefonod? Vagy új telefon? Vagy mi történt? Nem, ez új telefon. Képzeljétek, hogy a nadákból hagytam, nem elrúd, és a be volt a mosógépe. Aha, tehát kimostad a telcsire.
Igen, pontosan, ügyes. Pontosan, azért nem találtam meg, elnézést kérek, tőletek is, és a Class FM-on is hallgatok. És akkor amikor teregettél, akkor jöttél rá, hogy ott van a telefonod, vagy hogy találtad meg? Hát úgy találtam, hogy egyszerűen megnéztem a ruhaszekrénybe, és utána rájöttem, hogy előtt a nap betettem a ruháimat a mosógépbe, és a benn volt, biztos, hogy benne, csak benne lehetett, hogy egyik nadrágban a telefon. És azért nem csógott, csak aztán megmondtam, de ez már meg van mosva, csak még nem volt kiteregetve. És aztán ott találtam a mosógépbe, a nadrágban most a sebébe. És azt már nem tudom már mit csinálni vele, csak el kellett dobni. Te kezeled a mosógépet egyébként, vagy a párod kezeli? Nem, hát mi a kozósan kedvelünk. Aki arra jár, az kezel. Hát én is tudtam mosogatni, Balázs, én is tudtam mosogatni. Nyomkodod rajta a gombokat, aztán csak lesz valami. Abszolút. Vagy a mosógép szerelő mondja el 20-szorra, hogy nem, rossz, csak be kell dugni. Nem, rajta van a tájékoztatás, mit kell nyomni. Na, drága pákunk, hát nem sokára Afrikába készülünk. Hozzátok. Otthonra. Megyünk családra. Igen, megyünk Afrikába. Családlátogatásra megyünk, igen. Beugorjunk, vigyünk valamit egyébként, drága jó anyukádnak, apukádnak? Szállítsunk valamit? Hát persze, örülni fognak neki, azt tuti, azt nagyon-nagyon biztos. Meglátogatok édesanyám, amik édesapámat, és kell, hogy beszéljünk. Hát a mentek Afrikába, már megvan a védőoltás. Azokat összegyűjtöttük. Igen. Meg ez nagyon-nagyon fontos dolog Afrikába, az, hogy valaki, vagy bárki, vagy elindul Afrikába, az, hogy védeni kell magát a malária és a moszkító ellen. Mi a másik? A malária és moszkító. Moszkító. Szúnyog. Ti is moszkítónak hívjátok? Igen, moszkítónak hívjuk, az szúnyog. Igen. És a minden, el kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, érted? Báóni. Nevessük meg magunkat az első napon. Báóni. Hogy szúrasd magad azon a hason, Nelszprújéval, valamilyen nyomornegyed szélén valahol, mindenkinek kezdj el nagyon-nagyon hangos báónikat mondogatni. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, és nem is mindegy, hogy kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, mert ott emberek, hát tudjátok nagyon jó, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mosolyognak és nevetnek. Akkor, hogy bármi bajuk van, azaz nem számít, az leszámítva mosolyognak. És azt szeretné tőletek is várni, hogy ti is mosoljátok, legyetek velük parásságos, és kosztolottok neki. Ti Nigériában milyen nyelvet beszéltek egyébként? Tudom, ott is vannak törzsi nyelvek, meg nagyon sokféle típusú nyelv, de hogy mi az elfogadott, vagy mi az anyanyelv? Nigériában majdnem 50 millió ember élnek Nigériában, és a Nigériában belül több mint 300 a törzs nyelvek beszélnek. De jó lehet. És ebből van három nyelven, ami hivatalos, amit úgy hívják, hogy a Zorubá nyelven. Ja, ezt beszéltünk erről, igen, tényleg ezt mondtad, igen, Zorubá. Zorubá nyelven, Ausa nyelven, és a Ibo nyelven. Ez a három nyelven, ami hivatalos a Nigériában. És a többi 297? Hát az csak a leszli. Sorod föl. És az Urubát megértik Dél-Afrikában? Abszolút meg. Abszolút. Te ezek közül melyiket beszéled, Páko? Nem baj, Balázs, akkor is mondjátok nekik, hogy báóni. Ezek közül te melyiket beszéled, vagy melyikre emlékszel? Csak hogy legalább azon a nyelven megtanuljuk egy-két mondatot, hogy érezzék dél-afrikai barátaink, hogy legalább barátsággal akarunk hozzájuk közeledni, és vagyunk annyira alázatosak, hogy megtanultunk egy-két mondatot. Te melyiket beszéled? Jorubá. Na, akkor hogy mondják jorubá nyelven, hogy vigyétek a nagyot. Ő a legfinomabb. Aha, de az ónit azt ennyi szó kell. Mondd el egybe, hogy szól? Mint a daradara, az meg lesz éjszaka a sötétben, ott egy sikátorban. Nem, az para lesz, nem dara. Para. És ez mit jelent? Mit mondtál most? Ez mit jelent?
A szőke csaj igazi csemege, a kicsi a rendőrfőnök fattya. Azzal vigyázzatok. A szőke csaj én vagyok. Azt mondta Jani, hogy a szőke csaj igazi csemege, az vagyok én. A kicsi a rendőrfőnök fattya, azzal vigyázzatok. Ez hogy szól zorubá nyelven, vagy orubá nyelven? A fagyja az lehet a gyermek. Igen, az a gyermek. Igazi hülye vagy, igazi hülye. A fattyát, a rendőrfőnök fattyát, azt értettem, azt megtanultam. De ha mégis engem dobnak fel, majd a pick-upnak a hátsó traktusával, hazajövök, megkeresnek. Igen. Igen. Azt hogy kell mondani, hogy ne bántsatok, vigyétek a hitelkártyámat? Figyelj, az lehet, hogyha bajba kerülünk esetleg, akkor lesz egy ilyen vészszám, amit mindig fölveszel, azok leszünk, mi átadjuk a telefont, és lebeszéled velük, ilyet lehet? Persze, hát ezen a száma elérhető. Nem tudom, hogy mennyire lennénk kint a vízben. Semmennyire elárulok. Várjatok, tárcsázok valakit. Majd ő megbeszéli veletek. Mi lenne velünk, ha Pákó lenne a túsztárgyalom? Hát akkor nem bántanánk, csak az asszonyuk lennénk. Milyen állatokat esztek ti ott meg? Tehát mi az, ami teljesen elfogadott egyébként, és teljesen természetes módon eszitek meg? Mindenféle állatok eszünk. Lényeg, hogy halott legyen. Halottak nem. Mondj egy-két konkrétumot, hogy mire kell készülni. Nyilván hát 8-9 ezer kilométer van mondjuk Nigéria és Dél-Afrika között, vagy mondjuk 7 ezer, tehát annyi, mint innen Magyarország. De hogy csak úgy kíváncsiságból tényleg. Tehát amit teljesen hétköznapi módon leölitek, megfogjátok, megeszitek, ami mondjuk egy európai számára egy kicsit furcsa lehet, vagy hát legalábbis különleges. Úgy mondják, hogy ez pandemiam and egusi. Minden soroknál lehet megenni. Árulják a minden utcának a soroknál. Hát mint egy étterem. Étterembe mész, és a legfinomabb. A legfinomabb kaja Afrikában. Jó, de miből van? De miből van? Tehát, hogy mit árulnak? Mi a hús? Tehát milyen húsból van? Arra akarok kiukadni, hogy mit ölnek meg azért, hogy megegyék, mert hát azért hallani érdekes dolgokat, hogy ott azt gondolod, hogy csirkét eszel, de hogy nem biztos, hogy jó, hogy rákérdez, hogy miből van, hogy milyen állatot esztek meg? Hát eszok a disznó, mert Nigériában. Ez még azért kevésbé különleges. Igen. A mindenit. Most letérleltem. Pákó, ilyen, hogy krokodil. Krokodil, gnú, mit tudom én, majomhús, bármi olyan, ami nincs Európában, hogy csirkét esztek és disznót, hát azért ez viszonylag azért ez Európában is elfogadott. Igen, ez így van, de a különleges hús, amit esznek Afrikában, el kell, hogy mondjam, hát esznek a kígyó. Aha, tehát megeszitek a kígyót, ez érdekes. A kígyó, a kóbrá. Hát kígyó, a kóbrá. A kóbrá. A moszkitot is A moszkitot elvésztem. Ennyire hülyének ne nézzél már, hogy egy moszkitó. Persze. Kimegy egy ember egy zsákkal, elfog másfél kiló moszkitót, majd megsüti. Így van. Hát megsüti. Vadasan. Persze. Ja tudom, ez a ritka másfél kilós hímszúnyog, ugye, ami a nagyra megnő, és le lehet nyilazni. Aha, értem. Igen. Csodálatos vidék ez az Afrika, a hímszúnyog. Adjál már. És gyakran vadásztok levéltetőre is. De gyakran, hogy nem mondom.
De tényleg így már nekem Balázs, komolyan mondom. Komolyan. És vannak olyan rész Afrikában, úgy hívják, hogy oket azt jelenti, hogy ilyen kannibálok, tudod. A kannibálok a mai napig is létezik. Még Irában nincs kannibálok, de azt mondom, hogy Dél-Afrika arrafele annyira nem is volt, nem ismerem a területe, de azt mondja, mit esznek, nagyon-nagyon hasonló, mint a nigyura is. Érted, a nigyura ember elindul Dél-Afrikába, ugyanis megkóstolja az ottani kaját, ami hasonló a nigyrai étehez. Hát pont erre akartam kiukadni, hogy vajon mi lehet az bogarak, szöcskék, sáskák, de hát igen, mindig elfelejtem. Csak ők leginkább grillezve eszik a moszkitot, nyilván. Figyelj, ha viszünk valamilyen ajándékot például, amiről ők úgy gondolják, hogy mi kedveskedni akarunk, vagy meglepni őket, vagy ha bajban vagyunk, elővesszük, és annak ők nagyon örülnek, akkor mit vigyünk, vagy mit tanácsolsz, mi az, ami segíthet nekünk, ha például ott bajba kerülünk, vagy esetleg olyan társaságban, amit nem akarunk. Mit vigyünk magunkkal, vagy mit vegyünk elő? Hát mert vegyetek elő olyan póló, ami rá van írva, hogy Bóni Show. Aha, nagyon jó. Imádni fogják, biztos. Imádni fogják. Hívunk kintről, ha bajban vagyunk, jó? Igen, ezen a számban elérhető mindenféleképpen, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Jó, na végre, egy értelmes mondat. Köszönjük, vigyázzunk. Bóni! Bóni! Májo, ho, déli Afrika, ho. Páko, Páko. Déli Afrika. Páko, Páko. Átírtad a szöveget? Mert nem ez volt korábban. Ez gyanús, ez a saját dalod, de közben még sincs ez benne. Déli Afrika, ho. Figyelj, elköszönünk, jó? Tényleg tedd le a telefont, jó? Na, próbáld meg letenni. Bauni! Bauni! Mindent fogtok halni. Te hülyebb vagy. Mindent fogtok halni. Hülye állat. Mindent fogtok. Na jó van, szevasz. Szevasz. Ciao. Bauni! 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 Itt vagytok még? Jó, és ez még így tartott egészen. Sütöttek a pétesen szóval. Csinálták a srácok 10 órán keresztül. Meg nem öregedtek, és tényleg meg nem halt. Nyomd meg a gombot, jó? Mi akkor vagyunk nyugodtak, ha te teszed le. Nyomd meg a gombot, jó? De melyiket? A pirosat. Nyomd meg a pirosat. Van olyan? A pirosat. Mindjárt megnézem. Vigyázz magadra. Itt vagy? Itt vagyok. Na jó, van. Rakja a mosógépet, segíteni szokott. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.